Na hajdi hó, Kalmár Nation, ez itt a 18. podcastünk a sorban, és egy vendéget köszönhet, köszönhetünk itt most a régi stúdiónkban, ami az ő stúdiója igazán, <laughs> Kovács Kornélt, az ingatlan ügyvivő Brennek az édes jó apját, <laughs> és a mikrofonnál pedig nem kevesebb ember van, mint kettő rajtam kívül, Görzsöny Péter. Sziasztok! és Szűcs Attila. Sziasztok! Szia szintén, szintén ingatlan páholyos, és most azért, mert hogy mind a ketten ingatlan pálhojosok, ezért gondoltuk, hogy visszajövünk ide a a kezdetekhez. Egy kis ami. memoár, egy kis megemlékezés arról, hogy régen itt kis forgattunk, nosztálgia. csikó korunkban itt forgattuk az első részt. Megadjuk a tiszteletet. Egyrészt, a... hogy így zajlott, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat és titeket is. Örülök, hogy itt lehetünk, köszönöm. Szia, Kornél. Szia, Köszönjük. Köszönjük. Mindenki csencse, vagy csepp, teri, tukmáló neppel, de milyen és sokkal jobban vagyunk, vagyunk, ez itt a három kamár. Bemutatkozunk, egy Péter, Szűcs Attila ez itt a kamárom, ez itt a kamárom, ez itt a kamár, Egy kis ilyen közszolgálati, hogy egy légtérben ülünk a harmadik hullám közepén, hogy miért. Itt vannak a tesztjeink, mindegyikünknek negatív teszt. Most csináltunk ilyen, ilyen kapargatós teszteket, így a torkunkat meg az órunkat megkapargattuk. Egymás után? Igen, Kornél az jó nagyokat tüsszentette. Ugyanezzel a pálcával? ugyanaz a pálcával. Igen, egy ilyen, a egy ilyen 400 méteren belül ö, porlasztotta a COVID-ot itt körülöttünk. Nem, ha... nem esett annyira jól, igen. És viszont Péter az most már csak oroszul tud, Köszönöm. Tavaris Péter. Ezről a Tavaris. Tavar sőt. Ő már be van lőve egy kis izével. Novi. Az putnyikkal már Én már majdnem a az azt mondom, hogy novicsokkal, de nem, az egy, másik, <laughs> az egy másik. Az egy másik Az egy másik igen. fejlesztés. Na, és hogy akkor miről lenne szó a mai podcastben? Az pedig nem más, mint hogy egyrészt igen, egy, egy ilyen életút interjúval fogunk rá, rá, rácsúszni, illetve gondoltunk, hogy apropót is lehetne neki, hogy, hogy egyáltalán kinek ajánljuk azt, hogy ingatlanozzon, mert hogy csináltunk egy olyan podcastet már, hogy ha elkezded, akkor biket akkor érdemes szem előtt tartani, viszont nagyon sok e-mailt kapok én is, meg szerintem a srácok is, Igen. amiben azt kérdezik, hogy nekem való-e egyáltalán az, hogy ingatlanozzak, és azt gondoltuk, hogy innentől kezdve nem megválaszolni fogjuk, hanem ezt a podcastet elküldjük, és akkor onnantól kezdve ki lehet belőle kupálni, és annál jobb például én keveset tudok a Cornél előéletéről, nyilván a munkásságáról igen, de hogy, hogy Ati az a spoilerezett, és <laughs> ne, igen. Csak, csak címszavakban. Igen, csak és, és hogy, műsorátok. hát, hogy, hogy családi vállalkozás, de erre én nem én úsznék rá, mert szerintem az Ati az jobban tudja ezeket a részeket. Majd belekérdezünk a fincsi igen, részekbe, jó? Hogy, hogy, te azért nem ingatlanosnak születtél, mint, mint, mint te. Mint, mint, mint igen, mint bárki. <laughs> te, igen, lecsaptuk. mint bárki. Igen. Nem, egyáltalán nem. Akkor hosszabban felteszed a kérdést, Igen, tudod, hogy. Igen, kezdjük, kezdjük az elején, ugye? Én tudom, hogy nagyjából hány éve ingatlanozol, de hogy neked nem ez az eredeti szakmád, vagy hát hogy is fogalmazok, tehát a, a családi vállalkozásban te honnan is nőtted ki magad? Igen, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy gyárilag pékként születtem, tehát egy péksége volt a szüleimnek, én ebben nőttem fel. Uh, jó volt, én, én örültem neki így utólag visszanézve, akkor nem. Amikor <laughs> Hajnali kell is. Kell <laughs> Vagy nem lepekvés, igen, így, így gyerekként azért, azért, részt vállaltam ebből. Viszont nagyon jó volt, és akkor visszaugrok egyből a, a, a jelenbe, amikor, amikor viszont már, már itt dolgoztam, egyszerűen azt láttam, hogy ez nem munka, tehát hogy ez mennyire, mennyire, jó egy ilyen környezetben lenni, és nagyon tudtam értékelni ezt, a visszamenve ugye abban az időszakban azért az izasztó volt szó szerint ugye az éjszakákban dolgozni, akár mert gyerekkorban is, úgyhogy megtanultam a, ezt a részét is, a dolgoknak, és ezáltal úgy éreztem, hogy sokkal tud, jobban tudom értékelni azt, hogy ez a, ez a szakma mennyire egy kényelmes szakma tud lenni. Úgyhogy így az előzetes életútról nem akarom túl hosszúra húzni, mert akkor ez, ez így, így, nagyon az ősrobbanástól kezdődne, hogy egy pékség mellett nőttem fel, 5 méterre volt a, a családihez bejáratától a pékségnek a bejárata, úgyhogy örültem így, nekem. <t> Igen, nem kellett távol menni dolgozni. Ott el dolgozgattam, így suli mellett, aztán felkerültem főiskolára Budapestre, itt mellette én még kuponos cégnél is voltam, tehát azért voltak próbálkozásaim több mindennel. Hát meg külföldön is éltél És egy így van. Melyik kuponos? A kuponmánia? Ja. Fiatal volt. voltak el a pénz. Így szó szerint. Eladtál mindent kuponért. Igen, igen, igen. Én tartozom Cetlik, tudom, én tudom, és dámbert. Én tartozom neked Cetlik kuponba. Jól van nem baj. Igen. Emellett akkor, hogyha már így a kuponozásra ennyire rárepültünk ilyen pénzügyi tanácsadó cég, vagy valami ilyesminél is volt olyan biztosítás közvetítés, Nagyon beleugrottam, nagy volt a lendület, de egyszerűen nem tudtam átadni, és majd ez így most jó is, hogy ez, ez feljött, mert mert nem tudtam benne hinni, nem éreztem azt a, akár terméket, akár nevezzük bárminek, mert, mert nem láttam azt, hogy ez valós lett volna, és hogy ez, ez tényleg értékes lett volna. Én azt láttam, hogy azt kellett taladni, amiből a legtöbb jutalék jött, és, és, és egyszerűen írgalmatlan számokat csináltam, valamennyi eredménye lett is, de igazából én elmondtam mindent az ügyfélnek. Tehát én nem azt mondtam, hogy írja alá, és hogy, és a többi, hanem elmondtam a, a valóságot, és ezért nem is lett olyan a az eredményessége, nem is hittem benne, és rövid időn belül el is jöttem, mert, mert én nem tudok olyat eladni az embernek, ami, amiben nem. És miért lettél ingatlanos, vagy honnan jött ez? Ennyire nem leszünk gyorsak, ha már belekérdezhetek <laughs> a, a, az életútba, de folytatom, igen, tehát a, külföldön külföld, amit mondtál. El... Majd ő tudja. Majd ő tudja, hogy, <laughs> igen. hogy kell sorban igen. Igen. Addig mi egy kávét. Igen. Van egy erészünk egy sört. Menjük, igen. Menjük ki láptengózni ide. Amár az imént feldobtad, így van, hogy külföldön is voltam, tehát észak írországban dolgoztam, minősített hegesztő lettem végül ott. igen, tehát ugye vannak, vannak színes dolgok így az életutamban. Amikor onnan, onnan hazajöttem, tényleg, én hatan, <laughs> tehát, hat -hat ő, Antónás, nem, csak, téged, csak azt katok, hogy mit kellett engeszteni. 60 tonnás költörőgépeket raktunk össze, tehát hogy így, ez így ez jó, jó, jó cucc volt. Na, ma is menne? Hogy? Vad ma is menne. Hát bármikor. <laughs> nagyon szeretem. Ha véletlen elmegy az, ez a szakva, és le kell adnod ezt a zakot, akkor mehet vissza a költörőgépet a Kolina, a, a... Hát a supervisor is, a Filip, meg a, a, tulajdonos is mondta, hogy lehetek bármikor, és amúgy ez nagyon fontos volt számomra, mert azért egy jó magabiztosságot adott, hogy, hogy bármikor tényleg van egy út, ahova, ahova lehet tovább menni. És amúgy ez is volt, és ezért lényeges voltam külföldön, amikor hazajöttem, úgy voltam vele, hogy három évet adok úgymond magamnak, az országnak, hogyha az alatt meg tudom teremteni itt a dolgokat, akkor maradok, ha nem, akkor viszont visszamegyek, mert onnan kintről még jobban látszik a különbség. Ezt hogy Hány éve külföldön volt a éven? Éven. Ez már több mint tíz nem látlak kőtörőgéphegesztőként. Nem, nem látom. Nincs előttem a kép nem tudom, mit kérdezik. leolajozva, olyan kis sárga ja, sapóban. leolajozott, ott Kontáros Igen, megy a De az volt, én fekete kontáros, tehát frankon idén. De ha jól számolok, akkor te már a válság idején jöttél haza. Jól számolom? Ugye 2008-tól kezdődött a válság. Már értékesített a válság végén, igen. Ah, igen, utána. ment a válság elején. A válság, hát olyan vége felé. körüljöttem vissza, igen, válság, igen, 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 Lehetőleg jobb. Egyébként a, a, dolgot a. Az, igen, azt, igen. egy, dolgot azt, elfelejtettünk mondani, mert olyan alap, alapvetőnek vettük, hogy, hogy, mindenki ismeri a kornél, de lehet, hogy egy csomóan hallgatják, és nekik mondjuk nem valószínű, hogy, hogy ismerik, de hogy, hogy azért azt el kell mondani, hogy mondjuk Magyarországon a, mondjuk a top 10 legismertebb Ó, köszönöm a ingatlanos a között rangozást. ott van. Hát de nem. Hát most ez jó, akkor inkább velem. úgy mondanám, hogy a közösségi médiában, vagy média hát a közösségi média, igen, a média megjelenés az, az mindenképp nagy, a 10-ben van. Nincs annyi YouTube tíz, követője, mint neked, de... de akartam mondani, hogy tízet fel <laughs> se tudok sorolni, de... <laughs> Itt ülünk hárman, van, igen, alakulunk. akkor még várjál, most már lassan Petit is fel... fel, fel felnovítsokhoz. Nem tudom Petinek hány... Én nagyon igyekszem, Petit felszputnyikozzuk itt. Tehát nagyjából tizet tudnék felsorolni, Igen. aki amúgy érdemben követhető. Jó, de aki utána akar nézni, ez a cornélhu <laughs> Mi működik Megteti. már a cornélhu ez, ez, egy, új, ez egy új dolog. Ez Pol nekem azt úgy. hittem, hogy a polisz.hu. <laughs> Kékfény, igen. igen. Na, a reklám helye megvolt. Uh, hazajöttem, betyám, a csináltunk egy webberuházat, de ő közben elment, és utána volt az, ahova végre mostanában kiukadunk hogy kaptam én egy, egy munka munkalehetőséget, ahol kaptam volna telefont, laptopot, autót, minden meg lett volna, de eléggé korlátozott volt, és én a, a korlátokat nem szeretem. Én mondtam, hogy nekem nem kell akkor a fix fizetés bármi, de, de egy jutalékos rendszer az az ne legyen nagyon lekorlátozva. Ez annyira nem volt szimpatikus, és um, ettől függetlenül ebbe az irányba ment a, a, az életem, de közben beszélgettem a, az egyik barátommal az egyik edzőteremben, és ő mondta, hogy miért nem ülök le beszélni, a, az iroda vezetővel, meg az iroda tulajdonosa neki. Zoli, hogy figyelj, értem én, te ingatlanos meg minden, de ne haragudj, hát nem sokára a diploma, én ingatlanos, hát nem akarok bántani, ez gáz. Tehát, hogy Már akkor is szar nem. volt a szakma. Tehát, hogy ne, én, én, én ingatlanos biztos, hogy nem, hát ez nagyon gáz. De mit veszítesz vele? Ez... Inkább a hegesztés. Így van. <laughs> Inkább viszont egy Jó, én ott kimosogattam is, tehát hogy az, az sem titok, hogy azzal indult ott kint. Nem, nem emiatt volt, csak hogy tényleg annyira erősek a sztereotípiák, hogy, hogy, én konkrétan, amikor elkezdtem az ingatlanozást, én akkor szégyeltem, hogy ingatlanos vagyok. Na de honnan jött, hogy megválaszoljam a kérdést végre? Onnan jött, hogy végül elmentem, mert mondom, még gyakorlásnak is jó egy ilyen interjú elmenni, és ezt azóta is úgy mesélem mindig, hogyha valaki kérdezi, hogy én nekem nem számított volna, hogy az ottani irodavezető és az iroda tulajdonosa az fodrász, vagy autószerelő, vagy bármi. Én nem a szakmát láttam akkor meg, hanem ezeket az embereket. Annyira céltudatosak voltak, lendületesek voltak, hogy én velük akartam dolgozni. És mindegy volt, hogy ez mi, én velük akartam dolgozni. Elkezdtem a munkát akkor ugye a kétbetűs nagy kéknél. Kimondhatod, tudom, mennyire ki mondhatjuk, hogy jó, a, a podcast <laughs> Igen, és uh, én akkor, amikor elkezdtem a munkát, akkor kezdtem látni, hogy ez egy mennyire összetett szakma. Előtte fogalmam nem volt róla, tényleg azt láttam én is, mint... Mindenki más, most már hála Isten nem annyira, de akkor igen, hogy föltesznek néhány képet, utána meg várják a jutalékot. Tehát, hogy Figyelni a kereszt közden. hirdetésekre. <laughs> de, igen, hallottam. Most, hát most. Meg hát most mondani. a szakma 80%-át most éppen kipipáltad, tehát... Én én azért hiszek ebben, hogy ezt, ezt lehet szépen és jól képviselni. Igen, mi vagyunk az a maradék. Pontosan. Igen, na és... Még akkor fejeztem be a főiskolát, és én a szakdolgozatomat is ebből írtam, hogy... Milyen főiskolát Én a Budapesti Gazdasági Főiskolán most már egyetem végeztem. Nem akarták elfogadni az ingatlan közvetítést külön szakmaként, és úgy tudtam megoldani a, a szakdolgozat témát, hogy egy marketing, direkt marketing, professzionális értékesítés és azon belül ingatlan közvetítés. És az volt a, a diplomámnak, a, a diplomamunkámnak a címe, hogy mitől tud kiemelkedően sikeres lenni egy ingatlan értékesítő, és ekkor vettem észre azt, hogy elkezdett érdekelni a szakma. Aztán ez odafajult, én akkor nekiálltam ilyen, hát nem azt mondom, hogy csak teszteket, hanem interjúkat készíteni, utána járni kiemelten, sikeres emberekkel fölvenni a kapcsolatot a szakmán belül, a, a cégen belül a, a, az egész piacon. És, és akkor igazából a szakma szerelmesévé váltam. Akkor láttam azt, hogy, hogy kívülről mennyire nem látszik az, hogy ez mennyire egy összetett szakma, és hogy ez nem az ingatlanokról, nem a pénzről szól, hanem tényleg emberi sorsokról, és tényleg olyan, olyan lépésekről, amely egy normál ember életében azért háromszor vagy négyszer jön létre összesen, és nem minden nap csinálja. Tehát igen, lehet, hogy el tud adni egy magánszemély is, de, de olyan utakon mehet keresztül, ne menjen, mert, mert menjen végig gond nélkül, ami nagyon megviselheti, és persze lesz valamilyen végeredmény, de nem feltétlenül fogja azt tudni, hogy mivel lehetett volna jobb vagy rosszabb. A, lényeg, hogy mi ezért vagyunk, hogy ezt szépen biztosra ki tudjuk húzni. Egyenesen. Csak itt megint az a baj, tudod, hogy a felfogadsz egy ingatlan közvetítőt, akiben bízol, akinél azt hiszed, hogy ezt a munkát jól fogja végezni, és ő maga rontja el az egész értékesítési Aha. folyamatot. És ezért beszélünk mi állandóan, meg mondjuk egy éve már a podcastben is, hogy a tudatos ingatlanos választás a lényeg. Tehát a hasonló kategóriát kell választani, mint a kornél, mert a legerőszakosabb hideghívó egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Na pont ezt akartam most mondani, hogy akkor most egy picit beleállok, és gondolom többnyire azért kollégák hallgatnak minket, de remélem magánszemélyek is, és számukra nem leszek most a legszimpatikusabb, bár maximálisan azért vagyunk, hogy őket képviseljük, és, és őértük tegyünk. De a másik oldalról azért fel kell egy kicsit nyissuk a, a szemüket az embereknek, hogy oké, okay, sajnos a szakma ilyen, na de nem csak azok az emberek tesznek róla, vagy tehetnek róla, akik nem megfelelően képviselik, Így azt van. a szerződést az ügyfél írja alá. És most lehet, hogy nem vagyok szimpatikus, de az ügyfélnek is ugyanúgy utána kell néznie, hogy kinek ír alá szerződést, mert uh -huh. amikor ő hanyagul aláír egy szerződés bárkinek, akkor azt ő írta alá, ő tette meg. És ezért fontos, hogy járjon utána, és legalább három-négy embert lahagasson meg, nézzen referenciákat, vagy, vagy értékeléseket, vagy bármit, mert így tudja bebiztosítani magának azt, hogy megfelelő úton indult el, vagy megfelelő kollégával indult el. azt szerintem fontosabb, ugye, hogy nem, a, nem irodát választ az ember, hanem embert. Pontosan. És ugye Ezt most ha megfigyeltük igazán. az elmúlt bár pár évben, akik próbálnak helyetni az ingatlan piacon, ott elkezdődött mindenkinél egy self-branding építés, és ez tökéletes arra, hogy ne az irodát csekkolja le ugye az ügyfél, hanem megnézze magát. A, az ingatlan közvetítőt, hogy hogy dolgozik. Igen, erről, vannak? erről beszéltünk már, hogy ugye a nagy franchise-ok -ok is elkezdték ezt a self-branding építést, Igen. mert felismerték ők is ugyanezt, hogy nem a franchise-t kell megbízni, hanem az adott embert, és teljesen jogos is. Tehát ezzel nekünk állítanak konkurenciát, csak lemaradtak. Egy körkérdés, ami szerintem már azokhoz is szólhat, akik abban gondolkoznak, hogy ingatlanozni állnának, hogy szerinted, és utána persze mindenki más, mi volt az a azok a tulajdonságok, amik, amik leginkább arra predestináltak, hogy te belőled egy jó értékesítő vált. Vagy úgy is kérdezhetnénk, hogy mi az, ami kell ahhoz, hogy valakiből jó értékesítő legyen? Szerintem mert az... az talán jobb, hogyha benne mi volt. Mert az hogy az egy általánosságot lehet, csak itt szerintem azzal, hogy ő saját magáról beszél, meg aztán mindenki más saját magáról, ott azért az is ki fog derülni, hogy nem feltétlenül kell a teljes palettával rendelkezned ahhoz, hogy mondjuk sikeres legyen. Én nekem csak ennyi volt az alapideám ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy feltetted a kérdést, és még magam is meglepődöm azon, ahogy most meg fogom válaszolni, mert nem így szoktam, és nem, erre, nem ezt a választ szoktam adni, de akarva, akaratlanul ez jött ki, és remélem, hogy akkor így meglepő lesz nektek is a válasz, hogy mert, mert nagyon személyesre tetted, és akkor megengedem magamnak, hogy ezt személyesen Tegyen meg, mert ugye vannak az általános válaszok, hogy legyen jó a kommunikációs készsége, legyen nyitott az ember. De az alap, ami nálam így volt, és azt gondolom, hogy hogyha megnézzük a kiemelten sikeres értékesítőket, akkor náluk még inkább megvan az az, és akkor visszaugrok tényleg teljesen személyesre, hogy én amikor gyerek voltam, édesanyám mesélte, hogy én, én ilyeneket kérdeztem tőle, hogy, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy mindenki boldog legyen a Földön meg hogy hogyan tudnánk segíteni mondjuk annak és annak az embernek, vagy vagy ennek és annak a csoportnak. És én azt gondolom, hogy nekem ez segített a legtöbbet, hogy, hogy én, én szeretnék adni, szeretnék segíteni, és, és a, az alapvető önzetlen jó indulat, az, hogy, hogy szeretünk adni, az, ami a leginkább segíteni tud minket ebben a szakmában és ne esik, nem mártig szeretnék. Pénzből élünk, pénzért dolgozunk, de ne az legyen az elsődleges. A, a, itt álló fekete Porsche is. Kék. kék ja, bocsánat, és az itt álló kék Porsche is. És ez véletlen volt. Igen. De ő szeret segíteni, természetesen. De most egyébként tényleg Jó, úgy van, hogy a, a páholyal rendszeresen vannak ügyletek, olyanok, amik látjuk, hogy az aktuális sorsot segítenünk kell és függetlenül attól, hogy milyen jutalékkal vagyunk. És ez szerintem múgy, ez csak így lehet szerintem miért csinálni. Miért kéne külön választani? Szerintem ugyanúgy lehet persze. párhuzamosan segíteni sorsokat, de mellette természetesen ebből egy gyermekliszenciát persze, felépíteni. Persze. És nem, egyáltalán nem vál külön a dolog, mert attól még, hogy segíted a sorsot, attól még a munkát elvégzed, sőt, így tudod a legjobban elvégezni, mert így fogod azt nézni, és ugye ez az alapja nálunk a páholynak, hogy azt nézzük, hogy mi az ügyfélnek az igénye, milyen neki a legjobb. Mert simán megmondjuk neki, hogy ő neki nem az eladás legjobb, vagy ne fogadja el azt az ajánlatot, vagy bármit. Mert lehet, hogy az adott pillanatban nem keresünk belőle pénzt, vagy az adott pillanatban nem az lesz a leghatékonyabb megoldás a bevétel szempontjából. Na de hosszú távon ekkor fog minket ajánlani, ekkor fog visszajönni, és hosszú távon így fog a legjobban is lenni ez a dolog is mégis emellett a legjobbat tettük az ügyfél számára az ő igényének megfelelően. Tehát a kettő az ugyanaz, végül ugyanoda jön ki, egyetlen egy dolog különbség van, a rövid távú gondolkodás, meg a hosszú távú gondolkodás. Mert ha hosszú távon gondolkodunk, akkor ez a kettő dolog azonos lesz. Hát meg minden megtérül. Minden ilyen jót tett megtérül. Karma alapú gondolkodás is kész. Igen, csak sok ingatlanosan látom azt, hogy alároz er az a saját magát. Az ára próbál gyakorlatilag versenyhelyzetben maradni. Pont, ezt, pont ezt, volt, ezt volt ezt a, a kantinom, volt erről egy vitán. Megfele, ez cégek, vállalkozások is vannak, amik erre épülnek, hogy direkt csak ennyi, ugye semmi más hozzáadott értékről nem ordít maga a, a hirdetés, hanem hogy, hogy mi ennyiért megcsináljuk, illetve hát sok kollega. Én ismerek olyan kollégát, aki egy ügyes rendszert volna, de gyakorlatilag, amikor ár került szóba, akkor mindig konfrontációnak érezte a, a, tulajdonosokkal szemben, és mindig engedett. Na ez nekünk olyan érdekes, hogy például ugye a páholyba, nekünk a benne van a nyomtatásban, hogy mennyi a jutalékunk. De mi nem javítgatjuk a jutalékot, mi nem ott alkudozunk. Ha, ha van egy megbízás, aki meg akar minket bízni, azt elfogadja azt a jutalékot, amiért mi dolgozunk. De és ez nem a egy magas szám. A jutalékon azt, hogy soha. Tehát mióta a páholyban vagyunk, nekem soha nem volt vitám, neked se, hogy mennyire dolgozunk. Mert látják ezt ne, az, nem az értéket, az amit egész. teremtünk. Így van. Teljesen mindegy. De vajon őszintén pszichológiailag is ugye nem mindegy, hogy egy olyan megbízás van, ahol a jutaléknál pont, pont, pont van. Megint más annak a pszichológiai hatása rögtön. Így van, nekünk, nekünk le van írva, mennyi a jutalékunk. Nem tetszik? Akkor lehet, menni az a képvetős, van benne, hogy itt lehet, Igen. Úgyhogy jogos, na ez például, tehát nekem pont erről volt egy tegnap egy vitám, és most Kornél is ugyanezt mondtam, meg megerősítettetek, hogy a, ameddig az ingatlan piacon árverseny van minőségi verseny helyett, addig bajban vagyunk. És amint vége van ennek az árversenynek, és nem az lesz az érdek, hogy minél kevesebb jutalékért csináld a semmit, vagy hát hogy fogalmazzak, mert ezek az egy százalékos szarok, ezek de te semmire nem jók, és évente jönnek, évente halnak, és mi már évek de nem óta is ezt tudni olyan figyelmet adni az ügyfelének azon hát, a százalékon. Ezt az egy százalékot mi bőven elköltjük a marketingre alapból. Tehát nekünk, nekünk, nullás lenne minden egyes értékesítésünk, ha csak ennyire dolgoznánk. bőszintén, korné, hogy azért ez, ez, a mellós része, mert sok esetben kollégák tapasztalják azt, most van egy kedves hogy aki hideget hív nekünk, és, és öt tulajból három a, a jutalékon rúgózik. És én azt gondolom, hogy hogy itt a nehéz ebbe a szakmába az, hogy átadda a hozzáadott értéket úgy a, az eladónak, hogy ne, ne a jutalék lebegjen előtte, hogy te, te mennyibe fogsz neki kerülni, hanem azt láss, hogy mennyit fogsz neki hozni. Igen, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy kevés megcsinálni a végeredményt, kevés megcsinálni, ugye azt, amire neki szüksége van, erre szoktam azt mondani, hogy értékesíteni kell magát a szolgáltatást is. Tehát te hiába csinálod végig, sivod a végén föl egy, egy tök jó eladási ára, hogy megvan a vevő végeztünk, ha ő nem látja, ha ő nem érti, hogy végül ez miből jött és mennyi munka van mögötte. Nem fogja értékelni a szolgáltatást. Pont ez szokott lenni, hogy az elsőnek eladod. Kiviszted az első ügyfelet, akinek eladod az ingatlant is. Nem mondtad végig megfelelően, hogy ez hogy lett fölépítve, és miért lett. Meg hogy mennyi munkahórát raktál bele, mennyi A kollégákat. Ez például te ezt folyamatában adod át a mindig a az információknak. Heti jelentésre gondolok akár. Ez konkrétan így néz ki a szerződésünkben, hogy felmérjük az ügyfélnek az igényét arra, hogy milyen mértékben van regénye. Mert van, aki annyit szeretne, hogy figyelj, csak akkor szólj, ha aláírni kell. Van, akinek meg arra van igénye, hogy hetente beszéljünk vele. Viszont megbízás kötéskor elmondjuk a teljes folyamatot, és elmondunk mindent. Mert a legtöbbször, és akkor, hogy a, 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 a nézőinknek mondani, tehát a legtöbbször akkor van probléma egy árvakukkor, egy jutalék kifizetéskor mindenkor, amikor ha megbízást kötéskor nem lettek elmondva megfelelően az információ. Mikor a mögé tett értéket De nem ez látja akkor az a el, el. Akkor dől el. Nem. A, én, so. ö... Csak örcsönlábú. Igen, látnap Én egyébként a... van azon. A... Addig, addig elmesélném azt, hogy a, én például azt szoktam csinálni, hogy már amikor megbízást kötünk, egyrészt vannak visszatérő kifogások, az egyik az például pont ez amit el kell tudni adni idézőjelben, és az általában én azt gondolom, hogy mindig a kifogás az információ hiányból. Pontosan? Nered, és én pont ezért el szoktam mondani, hogy van egy elég nagy szansz az értékesítés folyamán, hogy az első egy hónapban segélyre verünk az ingatlannak, és el kell az és lehet, ott, lehet, nem lesz égítve. meglepítés. Jó, na no, most Dani, neked őszintén mit csinálsz? Bemész egy ingatlanba, és 15 ezer... ja, igen, a YouTube, a YouTube, 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 YouTube követők. Egyébként, egyébként, egy kávé egy fél éve volt egy olyan adásétel, ahol az ügyvéd nézte a csatornámat, a vevő nézte a csatornát, és az eladó is. így. Nekem Szerint. rengeteg olyan mutatásom van most, hogy bemutatkozom, és válasz. Ah, tudom ki vagy, nézem a podcastet. Igen. Rengeteg. most, most, egyre most heti szinten. Szóval, szinten van, a ilyen mutatás. Kezdek irigy lenni, hogy már a podcast jobb, mint a csató. Javasoljuk Szerintem. Jó, de ne legyél irigy, mert ez, de így, van. Is, hát ez, de ez így van. így van. Én örülök neki. Szerintem persze. mondhatjuk ezt, bár Kornél az a műsorról szó, szóval, hogy, hogy javasoljuk a kollégáknak azt, hogy aki érzi magából ezt, hogy, hogy ezt meg tudja csinálni, Csináljon, építsen self -brandet. Persze, saját, persze. Saját, Ezt benne. már kezdésből így kell csinálni. Ja. Így van. de egy bármilyen szolgáltatást, ha választasz, egy bármilyen céget, ha választasz. Utána nézel. Most már e gyakorlatilag, hogy néz ki, kigúgolja mindenki, a bármit veszel, rögtön írod be a Google-ba, és már nézel. Igen, a vélemények voltak róla, igen, igen. Leírása, Kérje hát, de... a Kérje véleményt Facebookon, a a legyen egy céges Facebook igen. oldalat, stb. Jó. Tehát minden így kell indulni. Legyen akkor körkérdés ebből, amit megválaszolt, hogy nálad szerinted mi volt az, ami predestinált arra, hogy te jó Helyt. Tehát, hogy helyt tudtál állni ebben a szakmában, gyökere tudtál venni. Hát, ugye én alapvetően uh, informatikusnak jöttem föl Budapestre, és uh, az akkori főnököm, akivel a mai napig nem szívlejük egymást, de ez lényegtelen, Lényleg. ő volt az, aki uh, felismerte azt, vagy meglátta azt, hogy nekem sokkal jobb a kommunikációs képességem annál, mint hogy gép előtt éljem le az életemet. És ezáltal átfolytam a marketing dolgokra, a marketing értékesítésre, és aztán már nem is voltam gép mögött, hanem a marketing értékesítés részét végezt a cégnek, és ott voltam elég sokáig. Tehát én 6-7 évig újépítésű portfóliót értékesítettem ki folyamatosan, tehát én több száz ilyen újépítésűt eladtam. És már akkor is szerencsére értékelték az ügyfelek azt, ahogy én kommunikálok. Aztán, amikor ezzel a céggel megszakadt a kapcsolat, nem volt igazából kérdés, hogy én milyen úton akarom folytatni. Csak az volt a kérdés, hogy melyik cégnél. Azt már akkor tudtam, hogy a franchise-okkal nem leszek jóba, a nagyokkal, tehát oda nem is próbálkoztam, hanem bealtam a kisebbekhez. Például pont a múltkor a ballákosnak a balákéknak is elküldtem az önéletrajzomat, és csesztek válaszolni. Wow. És mondta Ákos, hogy tényleg, hát mindenkinek válaszolunk, hát miért nem hívtunk be? Hát, hogy most nagyon haragszom, mit tudom én, és nem kaptam tőlük választ. Úgyhogy akkor én ugye a, a Szóbel Peti féle belváros ingatlan hálózatnál húztam le egy pár évet, és akkor utána csináltam meg. Akkor már meg volt a saját brendem, a bölcsötes ingatlan közötti több blog, minden, és akkor abból te a kommunikációdat akkor? A a igen, én, de... igen, igen, én alapvetően meg azt, hogy ugye, mivel informatikai vonal, én írásban is nagyon jól és nagyon gyorsan kommunikálok. Tehát meg nekem az informatikai... Át, gyorsan. Igen, tehát hogy nekem ezek a dolgok gyorsan megvannak, és mindig megvolt a minőségre való, vagy a minőség miatti vágyam ilyen szempontból, tehát nekem fontos volt az, hogy már csak a helyes írásba ne lehessen belekötni a képekbe, az alaprajzokba, stb. Tehát maximalizálni akartam ezt a részét, tehát így jött a minőség ezzel az, ezzel az egész ingatlanozással. És te, Hogy kezdtem, és mi az, amit fontos? Hát inkább tartom. azt mondom, hogy mi volt az, ami jár, tehát mi a volt ez a tulajdonság. Mi volt a múlt héten? <laughs> Igazából előtte is értékesítéssel foglalkoztam, én a motorola voltam hupa. előtte a, a kelet-magyarországi területi képviselője, és onnan egy lehetőség jött, hogy próbáljuk meg magát az ingatlanozást. Na most már értem, miért vonult ki. <laughs> Köszi Attila, megbeszéljük <laughs> adás után. <laughs> gyorsabban futok Sputnik. Még beszéljük adás után. Még beszéljük. <laughs> Hárasó, <Horszabb> megbeszéljük. <laughs> Gyakorlatilag, amit én uh erényemnek tartok az ingatlan közvetítésbe, és hozzá hasonlóan szintén zenész a műszaki vonal, informatikai végzettség. Én amit ebből hoztam, azt szerintem, hogy felírtam egy pár dolgot, ez a konstruktív probléma megoldó és az elemző szemlélet. Én mindig bármi probléma van, vagy bármilyen lehetőségen, én azt mindig próbálom, mint egy sakkos több lépéssel előre játszani, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, és abból hogyan Kreatív lehet a, proaktív, igen. kihozni a maximumot. A kommunikációból meg. Hát igazából arra azt tudom, hogy amikor érettségiztem, történelmi ötösre, akkor a, 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 a gimnázium <laughs> igazgató megmondta, hogy na, már jön a Görzsény úr, akkor kezdődik a rizsa. Úgyhogy <laughs> gyakorlatilag ott, ott igen. Már ott, akkor felkészült el a nagy Szovjetunióból, ugye? <laughs> Lelín. <laughs> <laughs> Eltávolítást, tavar is. Viszont, a negatív dolgot mondhatok, amit, amit ki kellett, amennyire eltölne magam az a lustaság. Lusta vagy most is? már szerintem nem. Nem, most tudom, már em... szerintem pont fordítva most annyi projektje van. Hát most már szagasz igen, szagasz néha átestem a ló de de tényes boldan. való, hogy, hogy amikor elkezdtem értékesítőként ilyen jutalékos rendszerekbe dolgozni, akkor az az ingatlanozás volt, az az a határ, ahol, ahol ezt úgy érzem, hogy kiölte belőlem, amennyire lehet. Ugyanis nem az volt, és ezt említetted te is, hogy, hogy x százalékon dolgozol, akkor keresel 100 ezer forintot, ha meg oda teszed még jobban magad, akkor mondjuk 110 ezer forintot, hanem nálunk az ingatlanozásban benne van, hogy, hogy kereshetsz 500 ezer forintot, meg kereshetsz 3 millió 500 ezer forintot, és azért legyünk őszinték, ez nem kevés, nem kevés pénz. Ez csak azon múlik, hogy hogy állsz ez az egész szakmához, hogy mennyi szorgalmat teszel És tesz itt azért látod el. azt, hogy amit beleteszel, felkezd reggel, figyelsz oda, ránézel naponta háromszor a hirdetésekre, ezt lehetne ragozni. Ennek gyakorlatilag számszerűsíthető haszna van. Pontosan. És Igen. nálad, hogy indult ez? Nálam én, én egy punk voltam, tehát egy ilyen, ilyen 17 évesen én még simán szerintem a Moszkva téren mentünk, aztán torhálta. Igen, tényleg, tehát hogy ilyenek voltak. Tehát, aztán így... most is ezt csinálod, csak ingatlanul. Igen, de itt van egyébként a tarhálós. Figyelj mert Nem, hát azért nem így, de így, most nyilván ezt ez nem lehet úgy mondani, mert nagy része, vagy egy része a baráti körnek, ez az álpank, most nyilván nem voltunk csövesek, egy rózsadombon ért az egyik spanom, érted, onnan jöttük. Le, Álpankok, az lejön le. a 400 milliós villából. Hát, a pang, Hát jó, szóval ennyire, de mondjuk az életmód az nyilván ez volt, de hát egy gumipankok voltunk. Tehát ezen semmi. És akkor, akkor olyan 20, nem tudom, négy évre rá, meg, meg öt fülbevalóval álltam be az ott koncentre. Ezt foncent, nem mondod, ne, volt. Szóval. Szóval. Dani, képet kérünk. Tegyük ki majd Léci a videóban. Előtte egy, egy voltak. Azt is, azt is. Raz, létsz, az létsz, az létsz, az létsz, az mind a kettő képet és, és, annyi volt a ézém, hogy hát én, én meg ilyen nagy dumás voltam az osztályban, és idig pofáztam, és, és gyakorlatilag azt már ezerszer elmondtam, hogy a közárólagost úgy kötöttem, fogalmam nem volt akkor még, hogy hogy. Miről beszélsz, hát mit csinálsz? Igen, pofáztál, dumáltam, nem dumáltam, nem dumáltam, nem dumáltam nem és akkor mondták, hogy Dániel, akkor írjuk már alá, mert már nem este, nem este, nem két órája ezt hallgatom, hogy milyen pank voltál. Hát most ezt a, nyilván akkor nem mondtam meg, 30 évesnek hazud meg persze, igen, hát most 23 voltam kávé. Tehát, hogy így az úgy eléggé nagy. Mik látszott akkor ezek szerint nagy lesz rajongó lehet. Ja, de előtte egyébként, várjál, elmondom. Ezt, még sehol nem mondtam de most egy akkor. Mikor mondjuk el, hanem igen, most, igen, az az, volt voltam egyszer ingatlanos. Na. Egy nyári ézén, egyik spanó Nyári táborban? Nem, nyári szünet, mondta, hogy legyek ingatlanos. A Váci utcában... Sátorhelyet nem... elmúltam. Hát kb. kb. így. Ne, gör, görkorival jártam szórólapozni a saját szórólapain, amit valahogy 11. kerületben. Nem, és folyt, nem érte, mert nem, nem, nem tanítottak semmit. Tehát ilyen szinten fapados valami szarhoz megkerülhettem. Azt hiszem, a bérletekkel foglalkoztak. A és nem is állt össze. A ízé volt a Kígyó, várján, nem Kígyó utca, a Fontanály irodája. Ah, ott volt az Bent irodájuk. napig nem értem, hogy mi volt az üzleti tervük, de hogy ilyen, <laughs> ilyen, hozzám hasonló akkori ilyen most mondhatnám azt, hogy trógerekkel. Jó, most a, meg, a rokomét most értettetek meg, egy mindegy... Meg ö, fölgöngyölíteni a piacon. Na, de hogy ne én rólam vele legyen szó, hanem inkább arról, hogy egy tök jó ö, vonalat pendítettél meg, az pedig, de lehet, hogy az pedig, Na mit? Az pedig a self-branding, és abban én abszolút nem voltam tudatos, és benned viszont sokkal, tehát így amennyit elmondtál, hatványozottan. Jó, most már nyilván tudatosabb vagyok, de benned, mint hogyha a leges, legelején is azért elég erőteljes tudatosság. Az volna. első között volt, ha jól emlékszem, igen Három voltunk, igen. És de hogy ez, ez hogy te, jött? A, azt gondolom, hogy te kezdted, még ha nem is tudatosan. Hát nem. Hát egy baszonfaszal.freeblog.hu volt, amin az ingatlan Rájöttem a névjegy kácsátról erről, legalább. erről nagyon bevonzani embereket és izét, és bevonzottam, ahogy Facebook oldala lett, akkor elkezdtem eladni, és akkor jöttem én, rá, én, hogy én figyeltelek, mert ugye elkezdtem ezt is megtervezni. Te voltál, még egy kollega volt még meg én, akik így elkezdtük ezt online. Akkor még annyira nem ment ez Facebookon. Aztán utána ugye mindenki elkezdte csinálni a, a saját oldalait. Nekem az volt, a, a Facebook volt abszolút a húzó. Akkor lehet, hogy te már csináltad akkor is a YouTube-ot, és... A YouTube az az két éves nekem. És amúgy... Csak... Annál több, annál tudott, hogy több de tudod, hogy több a kér. Én akkor kezdtem. A, elmondom neked a... Bocsánat. De most nem rólam van szó, de tényleg nem, három mondjam, éve mondjam, kezdtem. Mondjam, a vizénél a, a, a... Mondjam, hogy a Harmadik kerületben van az a színes panelház, amit felújítottak uh, ilyen igen, az a faluház, nem, nem? nem, a nem, river, nem. Rivers, nem Riverside, van, hanem ilyen. a River Dome, vagy mi a szarnak hívják. Egy panelt felújítottak igen, és igen, eladták. Igen. igen. vágom. Na, én arról csináltam a leges legelső olyan vlogot, amikor azt mondtam, hogy akkor, akkor innentől komolyra veszem, és akkor eltente gyártom. Meg volt egyébként a csatornám két, tehát nyilván az első Google-ös izén 2008-ba, de, de a YouTube csatornám az, az három év. de hát ugye előtte meg blogoltál rendesen. Hát blogoltam annyi, de én, 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 írtam, én is blogger voltam. Na igen, és akkor én elkezdtem figyelni, hogy ki mit csinál, és hát ezt éreztem, hogy nem értettem, hogy ezt te miért csinál. <gül> <gül> <Igen>. <gül> annyi, annyi volt, így, így az hogy utána, de tényleg jön. leültem így marketingesekkel beszélni, és hogy nem értem. Nem értem, mi a cél, hogy, hogy tényleg, mert, mert te abszolút így a, a, a vicces témákra, a laza dolgokra, tehát, hogy nem a, a szakmai jött ki belőle, ha? viszont ami, Most is amiért csatornán. nagyon jó volt, ez, és ezt figyeltük, és, és elmúltunk, hogy nagyon, nagyon érdekelt az embereket. Tehát ha? ugye óriási vonzereje volt, és óriási ismertségre tudtál ezáltal azt szert tenni. Én nem szerettem volna ezt képviselni. Uh, mi nem is ezt építettük. Először én elkezdtem saját magam. Én egy dolog miatt kezdtem el azért, hogy referenciákat tudjak hogy gyűjteni, az ügyfelek ugye tudjanak Lássana. véleményezést aha, írni róla, hogy ne az legyen, hogy én beszélek magamról, hanem az ügyfelek tudják. Menjél a, a Facebookra, ott leszel. Így van, így van, és, a, és, és ez nagyon jól is működik. Érdezted, hogy minden ügyletnél véleményeztetsz? Nem, most már nem. úgy uh, De régen, a... igen, tehát, hogy, hogy a, amikor kezdtem, akkor konkrétan megkértem régi ügyfeleket, hogy írjanak írjanak. néhányat, aha. így van. Most akinek van kedve ír, aki nem, nem. Tehát, hát csak így most így már nagyon sok vélemény van rajta így is, tehát igen. nincs arra szükséget, hogy tök igen, mindegy, igen hogy igen, hogy több. Na és ekkor elkezdtük uh, felépíteni, csak ugye én, én mindenképpen a, a minőséget uh, tartottam szem előtt meg, akkor elkezdtük tervezni, hogy mit, hogyan, de nem is feltétlenül a követői bázis miatt Ekkor hány éves voltál? 14.

Na hát ez tényleg komoly. 32 vagy? Mm? Ó, Krisztusi kor. Igen. igen. Majdnem. Még egy. 32. Ja, igen, az a József Attila volt, igen. Ki én, igen. Hát idén már leszek 33 is. Aha. nem is szalad ez Az olyan komoly, és 25 éves, akkor 20... Ó, ah, nagyjából, igen. Komoly. Hát akkor... akkor végül is... Ja, ez komoly. Akkor csináltunk videókat, ugye ez még nagyon újkeneti dolog volt akkor, viszont, viszont nagyon sokat adott. Én azért kezdtem el, mert nekem tetszett, nem láttam még értelmét, mert ugye nem lehetett a common, most csak a Covid miatt lehet. Ugye előtte csak YouTube-ra meg ide-oda lehetett, és vevőszerzésre nem is feltétlenül volt, ez jó. Ma már, ma már jó, de, de a visszacsatolásra meg ahhoz, hogy az ügyfeleknek beégjen az adott ingatlan, arra viszont nagyon jó volt, és, ami miatt meg azon kívül csináltam, mert nekem tetszett, az az, hogy egy megbízás kötéskor, amikor felmutattál egy ilyet, az nyilván vitte a prímet, tehát akkor ott már nem volt, nem volt kérdés, ezt tették a, a megbízók. Mi egyszer beszéltünk egyébként, azt vágod? Mikor? Persze, én nem... Ja, visszamondom jövő vissza, visszamondom nektek a beszélgetést. van a Danit... De nem tudtad, hogy az én vagyok. Így van, de tesse, hogy én. Igen. <laughs> Ez egy jó, jó eddig, van. eddig jó. Igen. Igen, no, Szia, működünk -e együtt, mert hogy volt egy eladó ingatlan, és hogy a, Biztos tudod, hogy ki vagyok a Kovács én nem tudom, nem tudom. <gül> <gül> és akkor utána meg, hogy... hogy ki vagy, ki te, vagy te? te? meg ugye, ugye Csorba Dániel, Igen. és nem is tudom, hogy a nevedet mondtad el vagy az ingatlanos kicsi kicsinálmanakját mondta-e, és, annanak, lehet, hát mondta, de, és igen, akkor abból, igen. ja hogy akkor de jó, és akkor annyiba maradtunk, hogy végül nem tudtunk együttműködni, arra emlékszem. Arra már én nem emlékszem. Ez kicsit olyan, olyan mint a nem de... tudom, melyik a Stalona, meg a, a másik körtelszám mondja egyik a másik, hogy film, azt hallottam, hogy te vagy a második legjobb városba. Ha, pont én is ugyanezt hallottam róla. ez a tengó is kezd. Tengó is, kez. Én is, tengo is, kezs, is. Egyébként, egyébként, e úgy róla. E egyébként de... most, hogy így beszéltünk, én, emlék, én mindig folyamatosan látom, hogy hogy változom, és hogy mekkora se voltam a régebben. És, hogy hogyha bármennyire is ilyen bántó jellegű volt a vízének, akkor. Most itt elnézést Akkor igen. Igen, Na, de van egy csomó kérdés, de, és nem volt tudok az puskázni. Egész, hogy nem, nem tudtuk Itt van. működni kész. Itt uh, Abban az adott ingatlanban. Bocsánat. Rengeteg, rengetegen, hát megint megosztottuk a Kalmár, Kalmár kantinban kantinban a... a... azt, hogy veled fogunk csinálni Interjút, és azért tettek is föl. Jó párat. Ilyenkor szokott az lenni, hogy amíg dumálok addig Ati kinézi. Igen, csak ugye az én telefonommal van rögzítve a kép, úgyhogy. Igen, itt köszönöm köszönöm volt szépen, egy olyan, megkaptam. olyan topik, ami szerintem ez több oldalról is. Ruben az azt kérdezte, hogy mikre érdemes odafigyelni közösségi média felületen ingatlanos szempontból, szerintem ez nagyjából. Ez kéveseztük. volt, meg hát talán szerintem lehet, hogy neked van. Nekem az volt egyébként a már most is, hogy hogy te marketingeseket vettél föl magad mellé már akkor, 25 évesen, ami nem semmi. Tehát, hmm. hogy én most kezdtem el gondolkozni, hogy hogy néha segítséget kérek, meg nem igazániból most már egy jó egy éve ez, ez ilyen tervezet, de az, az, az azért nem semmi. De hát korán felismerte, persze, igen, hogy, hogy, ezt érmesik. Ez nagyon jó. Hát ez is egy külön szakma, ugyanúgy, ahogy az ingatlan eladás is. Hát itt is. Nem, 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 én, nem én, vagyok a... Mar Tehát marketinget tanultam én is, valamennyi sejtésem van róla, de aki napi szinten ezt csinálja, az nyilván ismeri azokat a fortéokat, amiket én nem feltétlenül sokkal hatékonyabban tud benne dolgozni. Nyilván ez pénzbe kerül, de az alatt az idő alatt, ameddig én azt úgymond kikutatnám, és akkor se tudnám olyan minőségben képviselni, ő megcsinálja, meg meg tudom keresni a saját. Ki tudja, hány ügyfelet vesztesz azon, hogy nem te profi módon vagy Neked az instát pörök kegyetlen, hmm. hogyha jól látom. Hát neki van nem tudom, hogy még tízezer fölött is a követő. Hogy az, annak ez volt a. ez tanács volt, vagy úgy érezted ezek a rövidebb impulzusok ezek, 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 ezek hozzá? Az ilyen szempontból érdekes, mert... Feltűnően sok a tájváni követőd. Ja. <laughs> megérte, megérte fizetni érte. A 12 ezerből 7 ezer? Taiwani. ezt hogy csinálod? <laughs> Egy helyen ah, nyaralnak a izével. Most azon gondolkoztam el, <laughs> hogy azt mennyire lesz. meséljem el, de valamennyire, ugye, így, így kérdezed. Indiájukat elvitt a Májagó pont az. <gül> <érdeket>. <gül> <gül> ja, lefeleződött hirtelen. No, nem. Uh, én, én mindig is, tehát én, én nem szerettem, hogyha fotóznak, én nem szerettem, hogyha videót, tehát én nekem ez egy korlát volt. Úgyhogy az Instát sem, a Facebookot sem feltétlenül szerettem volna, csak azt éreztem, hogy megkívánja ez a dolog. És amikor én először az első reklám videómat elkészítettem, elkészítettem uh, ez is egy, egy rendes tábbal, akkor annak akkora eredménye lett, hogy nem is gondoltam volna, ezt amúgy még Facebookon uh, hogy mondjam, népszerűsítettük, és, és, akkor léptem meg ezt a gátat, és onnantól kezdve mondtam azt, hogy, hogy végül is miért ne, és akkor nyitottam ebbe az irányba. És a, az Instagrammal ott az volt, hogy így bejött Magyarországra az Instagram, és szóltam egy srácnak, aki tudtam, hogy otthon van menni, hogy figyelj, ezt, ezt, nem kellene így a Facebook mellé. Áh, ah, csak gyerekek vannak rajta, ne foglalkozz vele. mondom, jó, hogy nekem ez könnyebb. Nem is koroké, Na, de egy évvel később nézem, hogy már ez is nyomkodja, az is nyomkodja, megint följön, te Gergő. Nem kellene? te még nem csinálod? Ú, mondom, gyere ide. <laughs> 800 poszt egy nap alatt. Nem, nem, tehát nem örültem neki, mert hogy ha egy évvel előbb elkezdjük, akkor akkor óriási. Így is jó, de igen, akkor elkezdtük ezt építeni. És hogy látod, hogy mik azok a tartalmak, milyen típusú tartalmak, amik, amiket legjobban néznek, ami legjobban érdekli az ügyfeleket? Érdekes, mert ez változó. Bocsánat, tehát, csak, hogy a, a, bocsánat csak igen, annyit, igen, hogy emlékszem egy videódra, ahol Jetskivel <laughs> Menté, jól emlékszem. Mert a, biotok, a... a biotokon jetszkizett hát az, zakalba, az, az, igen. Az brutális volt, figyelj. Az. Ez a közös vlogunkban is benne volt, ami egy hónap alatt lett 250 ezer megtekintés, és Jó, le lett radirozva a Youtube-ról. Ami de. utána úgy tökön lőtt a Youtube csatornámat, azóta próbálok lábra állni. Nem tényleg, az nem mutat jó hatást. De miért? Nem hát azért azt az ingatlant, azt úgy igyekszünk pozícionálni, és a tulajdonos kérésére a törlésre került, mert nagyon nagy betekintést adott az ingatlanba, és van megfelelő bemutató videóra, de ezt ő ezt nem szeretne. Soknak tartotta. Igen, túl sokat mutatott. Túl, jó volt. Ez egy olyan negyedére vágta vissza a napi elérésemet azóta. Úgyhogy. De az brutális, hogy yes, Majd az eladás utáni utalékból utal a e, egy kis idő. kompenzáció. A, a, a Hold jetskis Igen, igen, az, az egy jó. Az jó. tízes. Igen. Na, menjünk egy picit a kérdések irányába, mert a, van egy pár, is halad meg, meg az, meg az idő. Szóval, mert elhangzott egy kérdés, ami szerintem fontos, tehát hogy változik. Tehát amikor ugye az Insta elkezdett felfutni, akkor az annyit tudod, hogy képek. És, és ennyi, tehát hogy nem volt ez több. Aztán onnantól kezdve elkezdték uh, felfutatni a videókat, és amiben már van tartalom, már annyi figyelmet le tudott kötni, és most már a szöveges tartalmakat is figyelik az Instán. Tehát érdekes, mert régen, tehát amikor a, az elején voltunk az Instának, ott te hiába írtál oda bármilyen értelmes szöveget, vagy hasznos tartalmat, senkit nem érdekelt, a képet nézte meg. Most már tudsz uh, átvinni értékes tartalmat ott is, írásban is. Plusz ugye de sokkal magasabb figyelmet kap, sokkal hosszabb időre lesz. A LinkedIn-t használod? A LinkedIn-t? linkedin, -t? LinkedIn -t, igen. Ha, nem. Van uh, fiókom, be vagyok oda is több uh, ilyen helyre, de azt nem használom. Pont érdekes, mert a LinkedIn az Magyarországon alig-alig alig megy. De az Insta is azóta érdekes, mióta a Facebook integráció megtörtént. Tehát azóta fejlődött óriásit, és lett igen. nagyon nagy elérése. Igen, igen, igen. Jó, Egy hát alapvetően... Akkor azt mondod a videókontentek, illetve most már a, a szöveges képes leírások, amik... amik... Igen, a Facebooknál a, a legelején, a, bocsánat, a, tudunk haladni tovább, csak ezek szerint... Én nem akarom, fontos. hogy doráljunk. Nem, egyébként Jó. én csak annyit akartam, hogy még sztorit nyomsz rengeteget. Tehát ezt a videós bejelentkezést. Az ja, a az állandóan. A. Én, én már leiratkoztam róla. Nem, amúgy ennél sokat több <laughs> kellene, és ez a óriási harc volt a, a marketinges, hogy sokkal sokkal több, és annyira nem én voltam úgy az elején, kezdek hozzászokni, de milliószor több kell. Tehát, hogyha megnézzük Nyugatot, megnézzük Amerikát, tehát milliószor annyi van, mint amit, amit én csinálok, és amúgy nagyon nagyra az érdeklődés is, tehát van és csak ugye azért dolgozunk, haladunk, és nem mindig van erre idő, én meg nem szeretnék nem megfelelő minőségben ilyet, még így is harcolok magammal, hogy egy ilyen sima bejelentkezésnek nem feltétlenül olyan a minősége, de igény meg van rá, és amúgy hasznos is tud lenni ez a tartalom. Werk gondolsz? Hát, hát meg vagy sztori... bármilyen bejelentkezés, Igen. ugye a napisztorikat, amit milyen felületem. konverziója van, tehát mondjuk egy ilyen Instáról van az, mert engem például én azt láttam, hogy ahogy a YouTube csatornámat elkezdtem építeni, mondja három éve, nem tudom, vagy tízszeresen, jó, annyira nem, de, de igazából a Facebookom elhalt a, a konverziója, és a YouTube-ról jön mindenki. Nekem, nekem megy a, a Facebook és az Instagram is, és a YouTube-ot, azt most kezdjük el felépíteni, ott, ott azért lesznek. De hogy színe, az Instáról, szóval tehát azt látod, hogy annak köszönhetően, hogy ilyen sikeres vagy az Instagramon, hogy arról... Tehát van nem, olyan, nem. aki csak instároljon, és azt mondja, hogy én, én instán pörgetek, vagy azok visszamennek a Facebookra, és ott követnek tovább. Van valamennyi átfedés, de, de nem ez a jellemző. Tehát mi építettük a Facebookot, azt felett építve, és külön felépítettük az instát, és persze átlettek húz az emberek, de nem, nem mm -hmm. értünk ilyet, hogy őszinte Mondjuk én, én azért nem nyomom az Instát, mert egyszerűen, hát már egyrészt nincs is időm rá, meg, meg én azért elég sokat vagyok otthon, és most két gyerek mellett érted, a, 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 nem tudom, a járóka mellől, na és nem sokára nyomjuk, és akkor 10 millió. tehát így nem hiteles. Hát meg, meg te van. nyomod, a, a, ugye nyomjuk ezt, meg nyomod a Igen. saját csatornádat, neked az egy elég megfelelő kontent. Ja, persze, ez. de egyébként én nagyon, a, hát talán rajtad kívül még a, a mondjuk elmondás alapja, én én is, tehát annyira nem szoktam ö, ízélni, nézni a, a, a Grabant Jani, aki tudom, hogy, vagy mondtad te, hogy... hát hogy valamennyit ő is van, de ő hát... Ő is, de hát... követője van kávét. De... Szakmai kérdés, bocsánat, Ennyi csak, hogy az Insta Szakmai királyával. kérdésem lenne, igatlan, egyetlen, igatlan, mert, igatlan. Csak így visszakanyarodva az Instára, hogy én nem értettem tényleg, hogy mi a különbség az Instagramnak, miben jobb, mint a Facebook. Hát ugyanaz, sőt, nagyobb funkciós lehetőségekkel ott van a Facebook. Az Instagramnál egy kérdésem lenne, hogy ott, ha valakit bekövetsz, ott minden tartalmat látsz? Százszerzalék volt? Most már nem, tehát ott is lehet. Mert a leválni. Facebooknál nagyon levitték ezt az Igen. organikus elérést ilyen 3-5 százalékra. Ezért kérdezem csak, hogy ennyivel több az Instagram? Nem, ezen is sokkal összetettebb, és én sem tudom megválaszolni, mert nem az én szakterületem. Van rá De ember, aki ezt tudja. Ott is le lehet, le lehet korlátozni, Igen, hogy, hogy vannak ilyen belső csoportok. Meg téged miért érdekelte, te úgyis a vk.rum vagy, föl nem? <laughs> hogy Meg neki a, neki a, a, lényeg, a, 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 a posztok amúgy... és hogy, hogy minek, hogy, tehát a Facebook, amikor indult, ott, ott nagyon a, a képek, és a, hogy képeket tudtad megfogni, az azért vajazon azon a szövegre, a, ott, ott a témakörök, maguk a posztok, aztán ugye jöttek a videók. Itt is uh, van egy ilyen evolúciós folyamat, mint ami, ami alapból akár a Google és a YouTube-ra való átfestés, hogy az emberek, amikor valamit akartak egy, egy 10 évvel, 15 évvel ezelőtt kideríteni, egyből a google beírták, és ott elolvasták, megnézték. Most már nem itt tartunk, most már ott tartunk, hogy megnézik YouTube-on, mert nem akarnak az emberek olvasni, most már videókat néznek. Itt vagytok? Ne, csak szórakozik a kis rohadék az Én figyelek. Egyébként a, a, a vagy van -e a közösségi médiával kapcsolatban valamilyen jegyzés? Hát Mi? igazából ennyi, hogy hogy tartalmak tekintetében, tehát színes szagos képek, amik eléggé szó kimondóak a posztról, hogy felkeltse a figyelmet, mert csak utána fogja elolvasni a posztot. Aztán ugyanúgy a videók is, a, ott attól függ, hogy mi a célunk, annak a hosszúsága, tehát igyekezzünk egy perc alá, hogyha rövid témakört akarunk, hogyha hosszabbat, akkor meg el lehet menni hosszabb irányába, ami, aminek tényleg van olyan tartalma, és én nekem például egy óriási tanulság volt ami közös videónk, mert én nem gondoltam volna, hogy egy 30-35 perces videót valaki le fog ülni, megnézni. Miért ezt és a podcastet is megfognak, meg fogják nézni tehát, az emberek? Az, 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 és az fél év alatt lett volna egy millió megtekintés, és hozott volna kibasz, sok feliratkozott helyet leszettük, és negyedére visszatok. Hát nem, meg, megmutatom majd felvétel után. Így néz ki a, tehát mondjuk ez itt a, a zéró szint, így jön a, a napi nézettségem, így jött a videó, bang, törlés, ding, <laughs> így egy ilyen, így egy jel és utána ilyen, ilyen, ilyen halott színusz görbén van az elérésem. <laughs> Nekem ezt mondhatod. Izzadok az <laughs> a, a kontente, hogy valamit csinálják, semmit kinyírta. a használod még lideg generálására a csatornákat? Érkeznek. Érkeznek folyamatosan. Um, a, 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 igen, tehát hogy, hogy, milyen posztok, tehát akkor ezt még mindig össze tudjuk festeni, hogy az előző kérdésre megfelelően adjunk választ hogy ezek nagyon hasznos posztok, amikor nem, ne, én soha nem szerettem azt, hogy ú, én vagyok a kemény, én vagyok a jó, és hogy magamról beszélek, nem elmondani kell ezt, hanem megmutatni, és amikor kirakod azt, hogy ezt hogy adtad el, ez is elkelt, ezzel ezt az eredményt érted el, akkor ez egy nagyon jó mutató, és ezáltal jönnek a lidek, hogy, hogy ú, ez tényleg... Egy önfényezés legyen, legyen magyarul, hanem a szakma tény Csak ha nem tények vannak lejéről, így igen. Van, elmondta, ne nem mutasd meg, igen. Egyébként a közös videónk az másban is volt nekem tanulság, vagy nem is tanulság, inkább egy jó betekintés, hogy te hogy dolgozol, és mondjuk nekem is jó a kapcsolatom az, az ügyfelekkel, nyilván kizárólagos szerződésten nagyon nem lehet máshogy, de ahogy láttam, hogy egy tök pozitív, munkakapcsolatot a megbízóddal, aki volt ez a, nem tudom, a 3 milliárdos ingatlan volt, vagy 2 milliárd, milliárd kettő, euró, euró, igen. Igen, szóval, hogy egy ennél a drága ingatlanál, hogy oda mentél, nem tudom, teniszeztetek, tegezőtök, mondjuk jó nyilván egy ügyfélnél ez... Azt hittem, a szaltóra akarsz. Utállni. Ja, meg igen, tehát mondjuk együtt értünk a, <laughs> a, a játszottunk benne, meg, meg, tehát hogy nagyon pozitív nagyon a kapcsolat. Szóval. Jó volt, hát majd és egyszer. És mindenki ezt a videót akarja majd megnézni. hát azt, azt volna nehezen. nem nyilvánosra a helyet, hogy letörölted volna. Nyilván abban van. <gül> <gül> Tehát, nyilván, nyilván, nyilván nézével privát tettem. Nem lesz, ott nem lesz a leszettem. komment a link. Jó. Ha a, videó alatt a Nem, azt privát tettem. Tehát nyilván azért, mert egy csomó helyre megbe szúrták, és akkor, hogyha, ha nem privát, akkor megjött volna, mert egy rengeteg szájton is megjelentünk. Uh -huh, igen, és az, az meg értó szopás volt, hogyha, hogyha onnan jön. Vagy hát nekem nem, nektek. Jó, akkor szerintem menjünk afelé, hogy... Kérdésekre kéne válaszolni. Igen, egy igen. olyan volt, ami szerintem egy tök jó topik lehet a, a podcasten belül. A született értékesítő és a tanult közötti különbség, hogy szerinted mennyire kell rendelkezni minimális valamilyen Kommunikációs ja, képesség? Hát bármivel. Van olyan vagy képesség, bárki... ami nem tanulható. Például. Igen, tehát hogy, hogy mennyire kell születni erre, vagy mennyire, mennyire lehet ezt mondjuk tanulással fejleszteni, hogy aztán később jó legyen. Én azt gondolom, és akkor ezzel biztos egy jó nagy vitát uh, ébreztek, hogy bárkiből lehet. A különbség abban, hogy mennyire született rá és mennyire nem, az a sebesség lesz a fejlődésének és az eredményességének, a kialakulásának. Én azt gondolom, hogy meg lehet tanulni, bárki tud, tehát nem személyiség függő az, hogy, hogy, hogy tud-e jó értékesítő lenni vagy sem, hogy mennyire gyorsan lesz jó értékesítő, vagy sem, inkább a személyiség függő. Tehát igen, előrébb van, hogyha nyitott személyiség, de egy, egy introvertált személyiség is jól meg tudja ezt tanulni, csak kicsit lassabban fogja azokat a korlátokat meglépni, mint egy extrovertált személyiség. Nem tudom, hogy ez így válasz -e a kérdésre. Persze, persze, persze teljesen. teljesen. Én is egyébként úgy látom, hogy, hogy sőt, talán néha még a született értékesítőnél, hogyha mondjuk enyhe lustasággal, vagy sikerekre könnyen rá tud ülni, az, az még szerintem rosszabb tud lenni. Nagyon jó, igen, és én azt látom, hogy, hogy igen, tehát van egy gyors elindulás, viszont oké, okay, lassabban indul el a másik, de pontosan amit mondasz, Biztosabb hogy elkezd, alapok. igen, és elkezd lekorlátozódni, hogyha ő nem elég proaktív, nem elég nem eléggé önfejlesztő, és le tudja hagyni a másik, mert ő megtanulta, úgymond, hogy meg kell azért dolgozni. Egy nagyon egyszerű hasonlatot hatozak erre, hogyha van egy, egy szép lány, vagy egy szép ember, akkor ő sokkal gyorsabban kap meg dolgokat az élettől, majd utána nehéz neki ugye, elérni azt, hogy le is kell tenni dolgokat azért, hogy kapjon az élettől. Nem tudom, ez mennyire jött. ezt hát, nap, ez a... mint nap élem. <laughs> Na de az a lényeg, hogy aki, aki nem születik annak, annak meg kell azért dolgozni, meg le kell tennie sok mindent az asztalra ahhoz, hogy elérjen eredményeket, és ő megtanulja azt, hogy igenis tovább kell önfejleszteni magunkat, sosincs vége, mindig lehetünk jobbak, és ezért le tudja hagyni azt, aki lehet, hogy könnyebben indult ebben az egészben. Hát én öt évre, amikor már öt éve értékesített, nem, ingatlanos voltam, inkább így fogalmazni. akkor ébredtem rá, hogy egyáltalán hogy tudtam eladni. Tehát fingom nem volt, akkor tudtam visszaellemezni. Pofasztál, 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 aztán egyszer, egyszer csak sikerült. De, de ahhoz mondjuk kellett olvasnom a Csáldini, tehát rá kellett Jó, a de ez megint az képzel. önképzés. És, és most erre meg én rá kell akartam majd kanyarodni. mondani, hogy igen. igen, ezzel akartam rá, de akkor. <laughs> nem, nem. De gondoltam hogy, akar, gondoltam, hogy erre akar rá. Rafinált, ravasz, róka. róka de te tehát, ér. hogy igen, ugye a, te nagyon jó vagy alapvetően az önképzésbe, az önfejlesztésbe, és hogy javaslod a kezdőknek, mert ugye most arról van szó, hogy kinek van az ingatlan szakma is, hogy hogy fejleszted, hogyha ingatlanos vagy, az önképzést, az önfejlesztést hogy javaslod csinálni. A, a, ha a kezdőkről beszélünk, mert ugye ez a kérdés, Igen. én azt gondolom, hogy nagyon fontos a motivációnak a fenntartása. Tehát az elején van egy nagyon erős bizonytalanság. Hogyha nem vagyunk elég céltudatosak, akkor nagyon korán próbálunk levonni következtetéseket a, a munkánkból, az eredményességből. És amiket mi kapunk visszajelzéseket az elején, azokat nem feltétlenül mi személy szerint kapjuk, hanem a szakmára való általános ítéletet kapjuk mi magunk meg, viszont hajlamosak vagyunk magunkra venni. Tehát itt én azt szoktam mondani, hogyha valaki neki áll értékesíteni, vagy neki áll, vagy inkább azt mondom, hogy ezt a szakmát felépíteni, vagy ezt a vállalkozást felépíteni, az három hónapig ne nézzen semmit, így menjen előre. Gondolja ki, hogy mit szeretne, és, és, és ne nézzen semmit, csak csináljon munkáját, és menjenet át azokon az ütközőkön, csináljon egy, egy mennyiséget, bármennyire ugye a minőségi alapon való munkát képviseljük, mert, mert át kell, hogy, hogy zökkenjen ezen, a, ezen az első Időszakon, és ekkor motivációs könyveknek az olvasása, a céltudatosságnak a fejlesztése, az időtervezés, a hatékonyság, mindez tud segíteni, mert, mert akkor látja maga előtt a célját, és nem lesz neki nagy visszaesés az, hogyha valaki nemet mond neki egy hideghívás során, vagy egy kellemetlen élmény lesz egy megbízási tárgyaláson. Nem lesz még annyira tudatos, nem lesz még annyira tisztában a folyamatokkal, hogy, hogy, ne vegye vissza a motivációját, és hogyha ő neki ott az elején visszaesik a motivációja, akkor már nem fog annyit hívni, akkor már nem fog annyi ügyfélhez kimenni, és abból már nem fog olyan eredmény keletkezni. Igen, az önképzésnél mi, tehát nincs tökéletes értékesítő. És az a lényeg ilyenkor mindig az önképzésnél szerintem, hogy felismerd, hogy mi az, amiben fejlődnöd kell. Van, aki a time managementben gyenge, szétesik egy napja, stb. Van, aki kommunikációban gyenge, van, aki pontosan abban gyenge, hogy a céljait megtalálja megfelelően, és ezáltal jó motivációja legyen, és mindenre van könyv, mindenre van, mindenre van fejlődési könyv. lehetőség, és ha felismered azt, hogy mibe vagy gyenge, vagy valakinek a segítségét kéred abban, hogy, ebbe, hogy ezt elmondja neked, és hajlandó vagy fejlődni, akkor mindenre van segítség, akár online, akár könyvformájában offline. Amikor nagy bocsánat. bocsánat, amikor csináltam a mi interjúkat, ugye a, a szakdózatom az az volt a téma, mitől tudt ki sikeres lenni. Mi Én lehet egy... mondani, hogy kikkel csináltad? A nő Nőkkel? Nevekre vagy? Hát Kíváncsiak. gondolom azért valami... Tehát Több nyere, többnyire a Dunahouse uh, első tíz évvel, plusz egy-két emberrel a dunahouse kívül, tehát így... Ez tíz évvel ezelőtt is sikeres keres tehát hiába mondok neveket, szerintem nem ez lesz. Ez ott a felesztrókos. <laughs> Meg sajnos. már, már aldiáru feltöltő. <laughs> nem, ez, ez nagyon darál egyébként, hogyha, hogyha valaki vesz. úgy csinálja. Ha nagyon komolyan veszed, igen. igen. Ha nem a hatékonyságra megyünk. Na, ami a lényeg, hogy ott igyekeztem meghatározni ezeket a dolgokat, amiket Ati mond, hogy mit, mitől, miből tevődik össze, milyen készségekből tevődik össze. És uh, és hogy mindent lehet fejleszteni tréningekkel, könyvekkel, mindennel, erre az egyik könyv adott egy nagyon jó példát, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy csövet, aminek változó a keresztmetszete. És mi fogja meghatározni a csövön átfolyható víznek a mennyiségét? A legkisebb keresztmetszet. Találd meg mindig Egyen a legkisebb éve. keresztmetszetedet. ha neked ez a tárgyalástechnika, akkor olvasod egy tárgyalástechnika könyvet, hopp, azt a keresztmetszetet bővítetted. Melyik a másik szűkebb? Ú a testbeszéd, mert mit én nem, hiába az emberen látom, hogy már izeg mozog, ugyanúgy mondom neki a hülyeséget, ha nem veszem észre, én nekem a testbeszéd az annyit adott, a testbeszéd könyvek, hogy tehát tényleg elkezdtem szórakozni, ugye akkor azért frissebb az élmény, jobban megvan a, 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 az információ, hogy konkrétan csináltam úgy végig tárgyalást, hogy azzal játszottam, hogy minél kevesebbet beszéljek. És a végére az jött ki, amit akartam, és én lepődtem meg a legjobban. Milyen testbeszéd a... könyveket ajánlasz? Hát ezeket most megkeresem. Gondolom, Ellen Szerintem elmondhatjuk. Ah, Jó, sok embert érdekel. Egy picit ehhez kell. Ők szoktak általában. De egyébként a képzésekről is beszélhetsz, hogy te mi volt az, ami neked leginkább tolt. Volt a külföldiek, vagy főként magyaroktól tanultál, vagy, vagy volt olyan valami extra, amire, nem tudom, például valaki kasszanapra jár a... A nem tudom Tahiti-re vagy hol a tökönbe, és csak a szientológus cuccokat meg. <laughs> hát itt, a de a, a itt lóg, ugye kint a falunkon a COVID-féle időmátrix, ami például egy tökéletes COVID? alap. COVID? A COVID. Ja, jó. A COVID. a COVID-féle <laughs> időmátrix. Én a covid ról beszélek. Elém pizs, mondta. Mondta az elém nem? Én. Igen, tehát őtől az egyik, aztán volt egy ilyen FBI-os ember, aki még írt, mindjárt azt is megmondom. A, ez egy a Ryan Sherhant, ja, az, az amerikai, igen. van, az egyik amerikai. Youtuber. Öt, uh, igen, Most már Youtuber, ötület, igen. Sok videó van Beszédes testek. Na én őt például nem olvastam, én Youtube-on ismertem meg ezt a palit. Én is Youtube-on ismertem. Saját kameramenje van, és várja limóban nyomul New Yorkban, és van neki sofőrje is. Igen. Tehát nem hogy itt megálltam a van Sofőrrel megy, New Yorkban lakik egy sima hízében, lakosztályban. Gondolom, hogy mennyire sima. Hát kétszintes. Gondolom valami meheteni felhőkarcolóban. Hát jó keres, mondjuk nem tudom, hogy ennyire jó keresse e Mit kornél, vagy mire gondolsz? De egyébként, egyébként... Egyébként uh, uh, megjelenés, tehát uh, ilyen arhetipusra simán, nem? De ő én szerintem nagyon sok olyan durvában nyomja, tehát ő, ő nagyon nyitott. Megmondjuk ő, ő. Nagyon ő... ilyen showman, uh -huh. én nem. De, de igen, nyilván azért is, és amúgy hát a ez marketingesen, vasalt, marketingesen teh... ajánlotta nekem őt, tehát Aha. hogy ő egy, mit tűn egy fél év, vagy egy éve jött be a képbe, hogy elkezdtünk rá figyelni. Aha. Uh, de igen, amúgy hasonló. És milyen... Uh... Miben látod a, pluszt, a pluszt a, annak, hogy figyeled a testbeszédet mondjuk a tulajdonosoknak? Illetve Ó, nagyon sok mindenben. Hát ez egy ö... külön podcast szerintem. Igen. <laughs> Amúgy... Igen. Tehát az, hogy te hogy kommunikálsz. már csak azzal, hogy, hogy, hogy a, hogy a kezem, tehát a tenyeremet mutatom, egy őszinteséget mutatok, egy nyitottságot mutatok, elkezdem eldugdozni a kezemet, tehát érzed, hogy mennyire más. De ugyanez a Mert lábadnak az összerakása, igen. A lábad a, összerakása, felétfordulás, minden ilyesmi számít. Erre áll a lábfejed? Igen. Belenézel a szemébe, vagy nem, hogy egy klasszikust mondjak. A, hogy igen, tehát mennyire figyelsz rá, mennyire, mond, akkor, akkor átmehetünk ugye a, a, a beszédre is, hogy mennyire ismétlődő szavait, hogyan reagálsz. A tüköröm. Effektus, hogy minek Szerintem tükrezés. most minden, minden kezdő ingatlan megijesztünk, ilyen. amúgy ezekkel a dolgokkal, hogy mennyire, mennyire összetett. És amúgy remélem, hogy minél több uh, nem ingatlanos is meghallgatja a műsort, hogy, hogy érezzék, hogy mennyire összetett ezt a szakmát jól csinálni. Egyéb... Hogy mennyire fontos De ez. Amúgy Hány nem, könyv nem kell van megijedni, emegy? mert az az igazság, hogy ugye miből tevődünk össze a szokásokból. Tehát most ezeket én azért nem fogom tudni neked végigmondani, mert már régen olvastam. Viszont amikor olvastam, késztettem magamat arra, hogy szokásként kezdjem el működtetni. Hogyha ezt egy pár hétig, Ez egy tréning volt egy a napig, részedről? Saját maga az ott tréning? Minden persze, egyes könyv persze. után, igen. Tehát, hogy azt mondják, hogy 21 napig, hogyha valamit működtetsz, az utána át tud szokással alakulni. Ha utána működteted, ugyanis 21 napig utána nem működteted, akkor kimegy most ez egy bűvös nem, nyilván nem úgy kell venni, hogy pont 21 nap, de nagyságrendileg. Viszont. És, és Nekem csak 20. És, és nagyon sok minden az életünkben, Három. tehát hogy vissza se tudod mondani, hogy mit, hogy miért csinálsz, mert már automatikusan megy, és így tudunk igazából fejlődni nem fogsz te tudni mindig mindenre tudatosan figyelni, de hogyha szokásodnál lát, akkor automatikusan működtetni fogod. Legyen ez egy time management akár, de legyen ez egy testbeszéd, -test 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 vagy bármi nem hoztunk. Útelegazás. Egyébként. Hogy vannak jó Viccelek. <laughs> <fors> de amúgy javasolták, és el is mentem tanárhoz, Csak egyszerűen nem De Csak nem, nem volt egyszerűen időm. Elmondta 21 egy öt, nap. Egy ilyen 5 hét alkalom. Hát vagy 7-8 alkalom után meg kellett vele beszélni, hogy egyszerűen nem, nem fért bele már, és nem tudtam hozzá menni, és nevettek, de tényleg nagyon jó. És ha. az is számít. És ilyeneket csinálunk, hogy I.O. I.O. Tehát, hogy, hogy tényleg minden... pici cinkcsészében cukros csirke Mit sütsz ki? Szűcs, tájsós, hús, sütsz ki szűcs. Majd most nem állok bele. <laughs> <laughs> tényleg, igen. Zajcsik, papagajcsik. Jó, hát <laughs> aki megkapta a mutyikot, az most már Tényle, egyébként itt volt azért szó arról, hogy ki mennyire tolja meg, hogy ki mennyire kemény, és én szerintem is szerhánt, az már... Sok, tehát, nekem is sok. Nem, nem, nem is úgy sok, hogy sok a közösségi médiában, hanem az egy gép. Tehát, hogy nem látom, hogy hol van szabad, hol van az, amiért csinálod. De valószínűleg ezért, vagy így csinálja direkt. Tehát szerintem ez egy szándékos felépítés nála. Na jó, mintha de Én is, én egyébként nyomtam ezt a ügyfeleknek, és, nem volt nőtt meg és csináltam, hogy gép, 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 és kurva sokat dolgoztam. Csak egy idő után elvész az értelem. Tehát az, a, és itt lenne az a kérdésem, hogy neked volt-e kiégésed, vagy kiégés közeli állapotod, és hogyha volt, akkor hogyan tudtál, hogyan szoktad ezt menedzselni? Vagy igen, egyrészt túlrendülni, vagy hogy ne érd el azt a szintet, azt hogy szoktad? Elvonul dobogok köré és én viszem az irodát. Mik azok, amikkel látod magadon, hogy kezdesz, már. Kicsim Nagyon jó szószínű téma, szószínű uh, Én azt mondanám, hogy kiégésem az nem volt, elfáradásom az, az volt. Uh, én is az első, hát én azt mondom, hogy három évemet azt úgy, hogy nekem nem volt, meg, tehát nem volt megterhelő, mert én, én, nem munkaként éltem meg egy, egy pékség után. Uh, ezért volt jó, hogy ez a ez az előnye, igen. igen. Uh, viszont én reggel hétkor nyitottam az irodát, a, a Nagy Dunahúz irodát, és este kilenckor én zártam be Ejú. minden egyes Ször. nap. És hétvégén is dolgoztam, egy ilyen egy-másfél hónaponta mentem haza két napra a szüleimhez vidékre, de akkor is ugye telefonon ugyanúgy aktív voltam. Szerintem a Dani egy hónapja nem dolgozott ennyit. Két összesen. És fél, egy két és fél-három évig ezt működtettem, uh, tényleg sokat dolgoztam, akkor is már volt asszisztensem. És, és nagyon jó volt, tehát nagyon jók voltak a számok, a nagyon jó ügyfélkör épült fel, de de elkezdtem nézegetni azt, hogy, hogy mi értelme van, ahogy ezt ugye Dani is mondta, és elkezdtem figyelni a, az ügyfeleknél is. Én, ahogy a mondta, egy picit igyekszem tudatos lenni, hogy az életemre való tekintettel is. És ugye a, 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 az életemet is úgy megterveztem, tudom, hogy mit fog csinálni ilyen 55-60 évesen, ha, ha minden jól megy. És és azt láttam, hogy, hogy nyilván azért gyönyörű ez a szakma többek között, mert nagyon sokféle emberrel találkozunk, és ebből nagyon sokat tudunk tanulni és hasznosítani a saját életünkre, és rengeteg olyan ügyfél van, aki vet is hogy rengeteg pénze van, de, de nem tudja élvezni, mert nincs ideje, vagy mert, mert már annyira beleesett ebbe a csapdába, hogy, 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 nem is lát más csak a munkát. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy akkor ez hova vezet, mit tesz, és akkor ezt is egy, egy, tudatosabb szintre vittem, és hogy egy pici reklám legyen ugye az Attiva, pont ez a célunk, hogy nekünk nem az a célunk itt az ingatlan hogy droidokat és reggeltől estig szét dolgozó embereket csináljunk, hanem hogy minél magasabb hatékonyságot érjünk el, és, és tényleg minőségi munkával, egy, egy napi 8 óra munkával, tudja az ember felépíteni ezt a vállalkozást, és utána, vagy hát már közben is, az érvényesül, amit az adott kollega szeretne. A kollega azt akarja, hogy három-öt év alatt egy tőkét rakjon össze, és ő tényleg 12 órákat akar dolgozni, akkor mi ahhoz adunk mutatást, de hogyha azt szeretné, hogy 6 órába vagy 8 órába tudjon egy jó bevételre szert tenni, akkor az is elérhető egy-másfél év után. Az egy másik dolog, hogy ezt meg kell jól alapozni. És hogy gyűltek körétek a, az emberek? Mert hogyha én jól látom, vagy eddig jól vettem le, akkor két csoportra lehet bontani, jön. hogy vannak a, az ati emberei, akik nem tudom mi a... a hát mi alapvetően... Vannak az őszinték, meg vannak az ügyvívők, a becsületesek, meg vannak az ügyvívők. Ügy, 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 ügy. Tehát, hogy mi nálunk az úgynevezett indirekt toborzás van, ami azt jelenti, hogy nincs kiírva, hogy toborzunk, mert nem toborzunk de hát függetlenül folyamatosan kapunk önéletrajzokat, és ezeket az önéletrajzokat igazából mindenkit meghallgatunk, tehát mindenkinek megadjuk az esélyt, hogy bejöjjön, elmondja, aztán második kör, aztán harmadik kör, és majd harmadik körbe döntjük el, hogy van értelme foglalkozni vele, vagy nincs. Igen, mi nem akarunk mennyiséget itt sem feltétlenül, tehát mi nem szeretünk volna toborozni, mi ezt egy első szűrőnek használjuk, hogy, hogy nincs hirdetés arra, hogy csapatot építünk, vagy bármit. Hogyha valaki szeretne szeretni azt képviselni, amit mi képviselünk, akkor ő úgy is jelentkezni fog. És ez olyan szinten beindult, hogy már arra, a, a, arra nehezen tudunk igen időt, hogy lejöjjünk ezen heti három-négy uh, találkozóra, aminek nagyon örülünk, de ez egy jó erőszűrő. Mert hogy hiába jön ide valaki, aki ú, nagyon sok pénzt akar keresni, ha csak azt látja, akarjon pénzt keresni, félértésnehesség, de ha csak azt látja és minden más hiányzik belőle a jó indulat és a, és a hosszú távú gondolkodás, akkor ez előbb-utóbb úgy is kibukna, mert, mert nem tudna ebben a rendszerben. Lehet, hogy szerintem a kitartást is azért tegyük. Abszolút. Hát a, a, tehát mi, mi, kell ahhoz, hogy jó ingatlanos legyél, a, a, top 3 benne van a kitartás. A szorgalom és a kommunikáció mellett. Tehát ez teljesen egyértelmű, ezeket fel kell építeni. Igen, azon gondolkodtam, ugye, hogy ő, hallgatott téged, ő, amikor azt mondtad, hogy kell az önfejlesztés, és hogy mennyire fontos az, hogy hogy mindig, mindig próbál jobb, ná, jobb lenni és tanuljál. Én azt vettem észre, hogy itthon jelen pillanatban az ingatlan közvetítőknek a 80%-a egyszerűen ezt nem akarja. Mondok egy nagyon egyszerű példát. ez az egész oktatási rendszer így néz ki. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha végeztünk a súlival, akkor ó, nekem többet nem kell tanulni. Hát akkor kezdjük el. Igen. Azt csak egy alapot ad? Hát onnantól kezdünk? Vagy még alapot kezdeni. se? Szóval Igen. én... én csak egy, egy kanyar, hogy azokat az ingatlan közvetítőket nem értem például. Akik, akik, a mai napig is akár több éves múltal úgy dolgoznak, hogy kimennek egy, egy 30 es Tesco-s kompaggéppel fotózni, és gyakorlatilag számtalanszor látjuk, hogy olyan képeket tesznek fel, ami, ami kritikán aluli. Ezt már nem szabad említenünk, mert már megkaptuk kétszer Youtube-on, hogy mindig erről dumálunk. Hát, vagy kapu telefonnal Nem, itt kollégák. igazából nem a fotókról van szó, hanem az, hogy legyen az embernek egy, egy saját uh, fejlődni... Vagy uh, egy, ilyen, egy... Én voltam például fotós tanfolyamon, én elmentem egy, hát én, egy, egy fotós ismerősem ajánlotta, csak a beltéri fotózást vettem igénybe, hogy tanítson meg, beállít -e, hogyan hmm. kell, milyen beállításokkal csinálni. Ez egy kétnapos tanfolyam volt, csak azért elmentem úgy, hogy már előtte 10 x éve ingatlanoztam, hogy, hogy még jobb képeket csináljak például. De én erre egy... sokkal jobbat tudok, alkalmazok rá embert, aki ért hozzá. Egyébként van egy tök jó ötletem, lehetne egy olyan podcastet csinálni, hogy mondjuk 10 vagy 15 könyv, bármennyi, Kinek mi volt az inspiráció, hogy összeszedjük, és és beszélünk azokról a könyvekről, amit értékesítőknek ajánlunk. Vagy tíz uh, uh, képzés, bár mondjuk. Hát a, hát a, a képzés enged, az, minden az minden a baj, akarok, hogy itt nincs Magyarországon. De a könyv jó. Könyvek a könyvekről csinálunk, összeszedhetjük hát, a könyveket. Nálunk. nálunk most ez... keresztben beszélünk egy rádió, mi is sorban ja, <laughs> Hallatszódik igen. <laughs> jó van. Igen, de nem jösszéljünk. nálunk amúgy mit ingen ez működik, tehát hogy folyamatosan körben járunk és mindig egy-egy könyvet átbeszélünk. Egy -egy -egy van egy előadás az adott elolvasott könyvből nálunk. Dörmögő, Kötelező dörg, dörg, olvasmány, viccelek. Ez egy Nagyjából ilyen, a... ajánlott inkább. Két lotti. Holnap az egri csillagok olvasmány. <laughs> hát mindenkinek megvan az, ami jól jön, és aki, amit tanult belőle, ha a többinek, akkor ha csak egyetlen egy dolog ragad meg, ez is tök jó. A másik meg az, hogy nagyon sokszor ú, US felírom, ezt én is akarom olvasni. Tehát ha erre inspirációt ad, az meg még többet nyer. Bárki, vele. aki értékesítést akar tanulni, az szerintem a Hatás című könyvet olvassa el, mert az a Alfa és Omega, és utána lehet egy csomó minden más. Szerintem én, a szürke ötven a, a, ja? a, a, Amit most mondtad a, a gesztusok, hogy mennyire fontosak. Én most figyelek azóta, mióta szóba hoztad, körülbelül egy ilyen negyed órája, és abszolút bizalomgerjesztő, hogy kommunikál, és, és látszik, hogy tudatosan csinálja. Ezt neked csinálja. Nem tudatot, Ezt már nem tudatosan, már nem, nem tudatosan csinálja. Szó, igen. Nem meg ugye, mert, el, mert lá, az... látszik rajtad, hogy, hogy ez, ez nem egy szóval 10 vagy kilenc nem így csinálja. Tehát ennek az a lényeg, hogy... De nem ez, <laughs> ez most ne röhögj, de tényleg így van. Tehát, hogy, el, el hát adod, azt, hogy eladod azt, amit mondasz. Sokkal is, mm. És uh, figyelem a hatást. És, és ha nekem most el akarná adni üdülési jogot, akkor elgondolkodnék rajta. <laughs> szerintem most De kéne kupont, a kupon, basszus, kupon. Vagy, van még maradt valami. Biztosítási kötvényt így el <laughs> a okay, Jó, Na, van, vagy van, vagy egy kiflit, az még jobb. Most kezdünk az időből már lassan kifutni, de van két kérdés még, amit a végén szerintem mindenképp érdemes elővenni. Félállásban érdemes elkezdeni. Nem. Szerintem sem. Jö, ez jöjjön könnyű jöjjön a következő Kik azok, akiknek nem neki, lehet, nem lehet mert nincs, nincs, tehát ezt nem lehet felépíteni. Ez, ez amit az előbb beszéltünk, hogy, hogy egy forgássebességet sebességet el kell érni. Tehát, hogy ha, ha egy autót is be akarunk tolni, a, igen, tehát a, vagy a, a repülősztori a legjobb, tehát kínálunk a, a repülővel a kifutó pályán, és elkezdjük, ú, oké, okay, kicsit nyomom a gáz, de elég hosszú lesz, akkor jó, félig nyomom, á, nem lesz elég vissza, ez mi történik? Hát a, a kerítést a kifutópálya végén, ha ott van az a repülőgép, tudod, meg a gáztelibe, szálljál föl vele, amikor elérted a repülési magasságot, akkor már vissza a gázból, de itt az elején nincs mit, tehát itt az elején bele kell tenni magadat, el kell indítani, na, és utána már lehet optimalizálni ezt, amit beszéltünk, a hatékonyságot növelni és akkor már lehet mellette, én most idén én ezzel játszok, hogy, hogy legyen azért egy jó forgalom, de én motocross versenyző vagyok idén, és másodosztályt meg akarom nyerni, most ezt így kimondom és csinálom, ezért volt a lábnap is ma. Ah. Tehát, hogy, hogy igenis, tehát igen, megy az idroda, megy az értékesítés, de igazából én akkor mutatom meg, hogy sikeres vagyok ebben, ha mellette meg tudom nyerni a bajnokságot, mert akkor, tehát ez egy olyan, olyan kapacitást igényel, minden nap edzünk, minden nap mennünk el, hogy, hogy ezt nem lehet anélkül. És akkor megint mi van? Nem beszélek róla, hanem letettem az asztalra. Te, ez eladásom... fel is tölt valamilyen szinten persze, visszacsatolódik. Érvezel, persze, persze, meg másik kapcsolja hobbim. ki az agyat. Igen, igen. Az igen. Tehát nekem ez hobbim, de az, hogy, hogy ilyen eredményesség mellett meg tudod ezt tenni, én azt gondolom, hogy ez mutat valamit. Mert sokat dolgozni lehet, de ha nincs mellette életed, mi értelme van? Ez egy motto is lehetne. Egy utolsó kérdést mindenképpen toljunk bele. Kik azok, akiknek nem ajánljuk az ingatlanozást? Mit tudnám mondani? Mondja egyet, akkor mondjunk mind a négyen egyet. Szerinted? Hát uh, itt a jó indulat és az őszinteség az, amit így visszacsatolva az előzőre. Tehát hogyha ez nincs meg, és csak a pénzt látjuk benne, és, uh, és nem a jót akarjuk a, az embereknek, hanem csak a saját uh, igényeinket látjuk és nézzük, akkor, akkor ez nem fog menni. Igen, ha pénzcentrikusan gondolkodsz, akkor engedd el. Akkor, má, akkor mást kell csinálni, mert itt messze nem a pénz a lényeg, de ha jól végzed a munkádat, akkor a pénz jönni fog vele. Uh -huh. És itt, itt ez, ez talán a legfontosabb ilyen szempontból, hogyha ezt nem tud elengedni, akkor akkor nem. És itt nem arról van szó, hogy ö, jó anyagi helyzetből jössz, vagy megélhetésre kell, vagy stb. Egyszerűen nem szabad, hogy a pénz legyen a központi motiváció. A penyés. pénz az egy járulékos haszna lesz. Persze, tehát ha oldal... nekünk sosincs, soha nincs vitánk azon, hogy kifizetik -e a jutalékunkat, vagy nem, sőt, azon szoktunk mindig szórakozni, hogy ugye kiállítjuk a számlát, és mindig 8 napos fizetési határidővel. És ha nem érkezik meg aznap, amikor a számlát Kiállítottuk, akkor már gondolkodunk rajta, hogy valami, valami gond lehet, vagy már másnap rá mutató. lehet kérdezni, hogy aznap átvan utalva Ez egy, ez egy tök, jó, tök jó dolog, hogy az ügyfélnek az elégedettségnek a mértékét lehet velem mérni. Hogyha ő, ő annyira hálás, akkor ő gyorsan oké okay, nem feltétlenül van ideje, lehet, hogy fél nap a később, de nem fog a nyolc napon gondolkodni. Tehát este, és este és ahol meg a meg nincs meg az a, az a, az a jó érzés. Nyolc nap után ki van kapcsolva a telefon, csak <laughs> tí, 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 tí. és a tegnap esti uh, üzenetet, az. amit küldtem, ma reggel érkezett be a számlájának az ügyfélnek, az előbb, amikor kezdtünk, ő hívott, hogy hát nem jeleztem, mikor megkaptam. Tehát reggel megkapta a, az eladó, és azonnal küldte is reggel, egy elég szép számot, Nem Istenne. mondjuk ki. Nem <laughs> mondjuk ki, mert Igen. akkor soha nem ez senki ingatlanos. <laughs> Jó, vagy nem. mindenki. Vagy mindenki, igen, igen. az a másik. És, és nem is a szám mértéke, vagy nagysága miatt jó érzés, hanem az, hogy el se gondolkodik rajta az ügyfél, hát tehát egy csodát, tehát egy olyan, olyan gyönyörű folyamat voltam, végig végig De ugye ez gyakorlatilag. An... Hálás mindenki, hogy. hogy nem Annak is az eredménye, össze. amit a legelején említettél, hogy ezt tudatosan, folyamatosan edukálod, nem tudom, ez jó szó az edukáció, Persze. a tulajdonost, hogy hogy hol tart a folyamat. Hát meg Mi... küldöd neki a dolgokat. Tehát, igen, ugye küldöd a teljesen küldöd van mindent. magyarul. Igen, igen. Az hogy te mit csinálsz, nem az van, hogy ugye ilyen szürke ködbe te egyszer csak előállsz egy vevővel, Persze. és akkor jön az, hogy hát jó, ezt én is meg tudtam volna csinálni. Pontosan. De ezt az meg érzed, ezt is hogy végig meg. Rá és az ő igénye szerint van, bocsánat. Így van, így van, nem igaz, de hogy ugye ezt az ügyfélnek ennek a felkövetését, vagy hát felkutatását, ezt a tulajdonos látni fogja, hogy hogy csináltad, mert végig elmondod neki. És ő tudja, hogy nem tudja ezt megcsinálni, mert nincs meg neki az a forrása, vagy annyi időt kéne vele töltenie, amit nem tölt, mert nem, ő, nem az ő feladata, ő végzi a saját munkáját, a saját dolgát. Ezért bízza ránk. Másfél évig piacon volt ez az ingatlan, egy kicsit több mint egy hónapja egy hónapja és egy hete kezdtünk el vele foglalkozni, és kettő ügyfelet vittünk rá, igen. És abból egy megvette, és ez egy több százmilliós ingatlan. Kérdezhetek tehát. valamit? Kornél, volt-e olyan, bármit? Hogy, <laughs> Az e, bármit? hogy ugye te kizárólagossággal foglalkozol, kizárólagos megbízásokkal foglalkozol. csak, szó. csak megbízásra dolgozunk, ami amúgy, hogyha nagyon lecsupaszítjuk egyfajta kizárólagossággal. Eszközív megbízásokkal. Igen. 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 igen, igen. Uh, volt már olyan, hogy uh, azt mondta a tulajdonos, hogy szimpatikus vagy, aranyos vagy, de én nem akarok adni neked. És Persze. te ezért vissza volt ilyen. Rengeteg. Akkor most Ház. nem lehet az, csak hogy itt tisztán aminek itt, itt nem az van, hogy a kornél meghajlítja a teret is, hanem gyakorlatilag azért nálad is voltak negatív élmények azzal kapcsolatban, hogy amikor te ugye ez kötöd ehhez, hogy csak téged bízom, meg senki más. De előfordulhat az is, hogy, hogy azt mondja a tulajdonos, hogy köszönöm, így, így nem egy működik. Picit a jó a témak, vagy igen, a témakör, hogy mondjam, szükséges, viszont egy picit elvinném egy másik irányra, hogy nem mindegy, hogy miért. Tehát én azért nem képviselem hogy az ügyfelet, mert akkor nem képviselném az ő érdekeit. És ez bármennyire hangozhat ilyen. Abszolút értem, miről beszélsz, egyet értem. Nem, ezt nem azért mondom, mert hogy ú, azért akarok kizárólagos szerződést, mert magamnak akarom és magamat akarom biztosítani. Nem jó neki. Ez az ajánlatok olyan... között például a licitálás. Nem is a licitálás, hanem a megversenyeztetés. Meg hát figyelj, tehát nagyon egyszerű példa, három gyereked van, elmész otthonról, mire hazajövök, legyen rend. Hazamész, minden ugyanúgy van. De ha azt mondod, hogy Lili, te elmosogatsz, Eszter, te lemosod az ablakokat, Géza, te meg felporszívózol, akkor nem lesz felporszívózó, tudod, hogy a Géza nem volt. Ez nagyon jó példa, ezt használni fogok. De, 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 de <hállt> olyan. tehát, hogy ha nincs egy felelőse a projektnek, és közben még ráadásul azt is tudja az értékesítő, hogy más is hirdetgeti, akkor hogy fog... Sajnos, vagy nem sajnos, tehát most akkor hadd kicsit pufogtassunk. És az, teta. aki konkrétan számon kérhető. minél többen Persze. foglalkoznak vele, annál kevésbé Én foglalkoznak a bírtokra, vele. a birtokra, ahol voltunk a, tehát a Danival, bármilyen csúnyán hangzik, én 5 millió forintnál járok. Tehát én ennyit költöttem el annak a marketingére. És még én is költöttem rá. <laughs> a kurva életben. Gondoltam, de, jó kis kontent De hogyan lesz. költsek én erre pénzt? A egy ideig volt ráadásul, is. Ráadásul, hogyha tudom, hogy mindenki hirdetgeti mindenhol. És ez se el sem a... vállalható volna. Tehát... Ha bárki másnál benne lett és, volna, és az nem az benne is van, használ. persze, hogy, hogy nem én adom el. És de akkor, hogy de profi kérdezi, módon is én... meg lehet csinálva. Az igen, szóval és van közvetett használ. eredménye is, tehát tök jó, mert ugye volt azért ebből reklám nekünk bőven. Megadom, hozott az illidet is. Így van, így Nyilván. van. Tehát nem, nem, kell ezt ennyire sarkosan venni. Na de nem fogsz odahívni egy profi stábot homestagerrel, fotóssal, videóssal, minden esetben. Nem van. fogsz leülni, ja. több órát ott szórakozni a hirdetésekkel, majd az ügyfelekkel, hogyha tudod, hogy közben mellette más mindenki hirdetgeti. Nem, nem, fogsz egy bimbózó youtuber karriert félbe válni, vászló, de, Dani rosszat, szerintem ő holnap, holnap a, de, de, a de Ott elvesztettük, ahogy ez szóba került. Én láttam, hogy összeroskat magával. Ez a Dani nál vége én van. Ezt nem, nem tudja túltenni. Ez a nagy szopás. szopás. Na, úgyhogy ezért azt mondom, hogy nem. Tehát nem tudom más, hogy van nagyon-nagyon szűk eset, amikor azért, hogy megismerje a szolgáltatást, és majd átforduljon, akkor elindulunk így egy ilyen formában, egy záros határidővel. De hogyha Általában, hogyha nem megy bele, akkor, akkor azt mondjuk, hogy az ő érdekében nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez bármilyen furán hangzik, 90% később visszatér. Tehát, hogy próbálkozik így, úgy amúgy... Ez a a Megérik negatív technika, vagy nem tudom mi a pontos megfogalmazás, hogy nem pushba nyomod a történetet. Mondd rosszul. Nem fullba nyomja a kretént. <laughs> <laughs> <Igen. gül> Mondd rosszul, Peti. Hát most nem, nem az a lényeg, nem hogy nem, nem, nyomod a kretént, Kornél, ez a lényeg, úgyhogy semmi. És legyen ez a végszó, azt mondom, mert nagyon kezdünk kicsit. De 21 van. Óra 21, én csak annyit akartam még hozzátenni. Hogy a Youtube. <laughs> hogy a Youtube? Nem, egyébként tényleg a kizárólagos... Tíre, Na mindegy. Ti rögtök, igen. igen. én meg sírok benne. Na mindegy, szóval, hogy a, a, megbízás tárgyalásnál én például azt is szoktam mondani, hogy ha, ha tehát, hogy a kizárólagosság mellett, hogyha nem egy ingatlanos bízik meg, tehát vagy azt csinálja, hogy csinálja ő saját maga az egészet, vagy akkor egyet bízom meg. Mert hogyha sokat fog megbízni, akkor ugyanott lesz, mint hogyha saját maga csinálná, mert akkor neki kéne összeszedni azokat az adatokat, megnézni a azt, hogy a, a nem tudom, a DH-tól, az OC-tól, a balától, a magáningatlanos a másik, akiket megbízott, azok mit csináltak. És mik hogy lett hirtelen az... 50 darab hirdetés a neten? Igen. Te imádom, hogy... amikor ilyen mappával jön elő a tulaj, hogy ott vannak lefizetve a megbízás. akkor lehet le egy órán keresztül visszamondani. De azért, és ne esik. nem azt mondjuk az ügyfeleknek, nem azt mondjuk az ügyfeleknek, hogy minket bízom meg, mi elmondjuk, hogy mit javasolunk. Így, így van, így van. De, de nem kell az, hogy mi legyünk. Ha egy Persze. másik kollega volt a szimpatikus, Igen. ha ő tette le az azt, arra azt, ami neki megfelelő, Igen. akkor ő lesz a jó. Egy dolog azért nagyon fontos, hogy hiába vagy te jó ebben, hogyha téged ő nem fogad el szakemberként, akkor te lehozodra a csillagos seget is nem lesz. Bogár lesz, szóval beszélek hogy a szakmai képnek a, a felépítése mennyire fontos. Így on, Igen, pontosan, pontosan. Igen. Jó, hát nem tudom, hogy van valami, ami még benned maradt ezzel kapcsolatban. Hát elég sok minden. <laughs> Hogyha sokan hallgatják a műsort, esetleg csinálunk egy második kört. És Igen, a és rá. akkor a, pék, tenni? a pék életre rányomunk egy fél óra. És majd el, elmondhatod, hogy hogy készül egy jó, teljes kiörlésű Kenyér. Nem, egyébként mondtad, Na, hogy már tudod, hogy mit fogsz 50-60 évesen csinálni, és nyitsz egy magánpékséget. <gül> <gül> Az lesz Beszáll a fornettél. Hogy kérdezzem meg, csak ha még van annyi időnk, ez a tudatosság. Hint. Említetted, hogy Köszi Attila. <laughs> Említetted, hogy te Ez mindent fő, tudatosan megtervezel. <laughs> mindent tudatosan megtervezel. És Igen. tudod, hogy 50-60 évesen mit fog csinálni. Hogy hogy tudod ennyire, hogy mondjam. Ö... <laughs> gondolj, gondolj. Ö, hogy tudsz ennyire. Ö végig ezt a vonalat követni. Most nem jut be. Előre konzert. gondolkodni. Nem ezeket... az, hogy előre gondolkodni, hanem... hanem Jövőt tervezni. Mindegy, nem jut be az a szó, de az a lényeg, hogy, hogy nem, nem csábít el az erős otét oldal a ez a tudatosság szerintem. Igen, hogy hogy tudsz ennyire tudatos lenni. Az azt azért hozzátenem így az egészbe, hogy, hogy ez nem az, hogy most én húde valami, mert egyáltalán nem, hanem egyszerűen elkezdtem, tehát én főiskolán véletlenül egy könyv kezem közé került, és ez inspiráltam, hogy ez a ez a Napoleon hírtől a és uh -huh. gazdag, és onnantól kezdve kezdtem el olvasni, és ezek hozták ezt magukkal. Tehát ez nem én vagyok, vagy nem én voltam, hanem, hanem ezeket az információkat, ezeket a készségeket összeszedtem, és ezek segítenek ebben. Volt már úgy érezted, hogy, érzed, és hogy ki, kiestél a saját szerepedből? Én nagyon olyan vagyok, aki, aki azt szerint megy, ahogy, ahogy jónak látom, ahogy jónak érzem. és, és ezért nem, nem játszok szerepet, ezért nem, nem, úgy értem, a nem szó szerint a szerep, hanem hogy ez az egyenes út, amit te elterveztél, hogy, hogy volt, hogy amikor letértél erről, és mm -hmm. vissza kellett újra vinni az autót az a, igen, De Persze, mert az de első osztályt akartam megnyerni, nem a másodost. Ide, ide, akartam kiukadni, hogy, hogy ugye ezek segítettek ebben, ezek a könyvek, és azt azért hozzáteszem, hogy ezek a tervezések, ezek az adott pillanatban rendelkezésre álló információk alapján történő tervezések. Hogyha később te kapsz plusz információkat, ami alapján látod az, hogy te akkor helytelenül terveztél, vagy most jobban tudsz tervezni, akkor nem gond ezen módosítani. De erre szoktam azt a példát mondani, amikor tervezünk itt az értékesítőkkel is, hogy odaadom a dárcot, légy szíves, dob be a közepébe. Tessék, dobd el. Dobd el ezt a dárcot. Légy szíves. Nem hallunk. <laughs> Tessék. <gül> ja, ott a tábla. <gül> <gül> nem baj. <laughs> Na de érted a lényeget? Hogy ha csak dobálózunk össze-vissza, azt se tudjuk, hogy milyen irányba akarunk haladni, akkor eléggé távol kerülünk. Határozzuk meg, és nem kell látnunk az egész utat előre. Mint amikor Brezhnev de vadászt ide, és no, bar, bárhova lőtt ott volt egy döglött szarvas. <sukrik> <sukhi> Igen. Igen. <suk> De mi is már minden műsorban orosz példákat fogsz hozni? de Nem, azt mondom, mondom, nem azt mondom, hogy mindent tudunk előre, mert természetesen nem. De hogyha megtervezzük, ugye szoktuk mondani, hogy, hogy tervez meg a holdat és a csillagok közé fogsz a legrosszabb esetben is kerülni, hogy ha megtervezzük, akkor sokkal közelebb kerülünk ahhoz, mintha nem terveznénk semmit. Na hát szerintem akkor ez a volt, Na, ez volt az igazán jó kis Vége. Zárszó. Vége, igen, zárszó. Szerintem akkor búcsúzzunk. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük hanél, hozzá, hogy itt voltál. Mi továbbra is itt leszünk. Meg, hogy itt lehettünk, Igen, Köszönjük. én nagyon sokat tanultam belőle. hogyha Szeretnétek még több ilyen kontentet, akkor iratkozzatok fel a Kalmárok YouTube csatornánkra. A podcasteken, különböző platformokon, a Google Podcast, a Spotify-on, illetve az Apple Podcast-en, ott öt csillaggal is tudtok minket javadalmazni, hogyha tetszett. Ajánljuk is. Igen, reméljük, hogy igen, úgyhogy mindenkinek ahoj. Szia. Sziasztok. Köszöntök, sziasztok.